a Klassz FM-en. 6 óra múlt 12 perce, jó reggelt kívánunk mindenkinek. Egy kis szakkör még, várja, adom. Nem kell. Hello, jó reggelt. A háttérből. Háttérből ott lesztek, nekünk hello. Elég, ha hallunk téged. Jó reggelt mindenkinek, hello. Kis fülesbogozás, nyomkodás, hát ez van, ha az ember egy perccel a megszólás előtt esik be, ha még egy perc lenne, nem 10 másodperc. De most már itt vagyunk, és elkezdjük a reggelt. Ja, gyerekek, akkora köd van, hogy az valami elképesztő. Nagyon nagy, úgyhogy mindenki nagyon vigyázzon oda az utakon, akkor már várjuk is, nem várjuk, nyilván ne jöjjön belőlük egy se, hogy bármiféle probléma is támad a köd miatt, de tényleg. Még a villamos is nehezen jött a nyomsávon, mi? Hát, de most komolyan. Nagyon nagy köd van, igen. Nagyon nagy. Nagy feneköd van. Feneköd van, és estére vagy délutántól kezdve még ráadásul záporokat is mondanak, meg itt ott a esőt, hát köszönjük szépen, nem kérünk. Igen, úgyhogy tényleg időben elindultam, szerencse, hogy időben elindultam. Nem tudtam a ködről, csak úgy éreztem, hogy kevesebb reklám van, mondom, jövök időben, azt hiszem pont beestem, de én 40-nel tudtam végigjönni, mert akkor itt volt a lánymennyiségon, viszont ezek a LED világítások még a lánymennyiségon a... Még mindig tetszik, mert a ködöt is átnyomják. Nagyon durván jó. Nagyon durván jó. Tessék? Ahol te laksz. Igen? Az a Kilimandzsáró, vagy mi? Hogy? Te a köd fölött laksz, tehát kinézed az ablakon, nem látod a ködöt? Nem volt köd. Egyáltalán nem volt köd. És ráértem a nullásra, és ez csak ott beborult. Ott bekapcsolták. Ott lehet, hogy bekapcsolták, igen. A ködöt. A köd effekt. Nem tudom, mi a fene volt, de ott lett köd aztán. Úgyhogy mindenki ezt így kalkulálja. Jól értettem, hogy esőt mondtál? Aha. Gyere, ja. Pofoni. Megyek is. Hagyjad is, meg is érdemlem. Rohagyjak meg, 8-10. Mert most komolyan, egyáltalán nem örülök neki. 8-10-12 fok. Hát mondtam, hogy a december az még ősz. Figyeljétek meg, a január. Honnantól indul a tél? 13 fok lesz. Még... És márciusban még hideg lesz, 13 fok lesz, mint a karácsonykor, vagy 10 fok. Tehát arrébb kéne tolni egy hónappal az egészet. Első hiszem, és jövő héten karácsony. Tényleg, a fát megvetétek már? Ezt mintha már kérdőd. Mondjuk ma nem. De még mi se? Nem, még mi nem. Úgyhogy... De ti ne? Ti se? De még mi se? Nem? Nem. De ti igen? Nem. Mi nem? Nem, ti se. Mi se. Akkor te? Mi veszünk egy fát újra. Mi is. Ti megvetétek már a fát? Nem? Zsűl nem vesz fát. Mi lenne idén, nem is vennénk? Ja, tényleg. Az nem lenne szép szerintem. Az nem lenne. Nem. Tehát, hogy mi a kibúvó a gyerek felé, mikor ott állt a 24. Tavaly is kidobtuk. Apa, nem hiányzik valami? Ezt kell mondani. Tavaly is kidobtuk, minek vegyünk? Ez is igaz. Ott van még a hátsó kedven, a lecsupaszított váza. Vegyél nyugodtan, vegyél fát. Jó az, gyerekek, jó az. Egyébként mi megvettük. Vagy nem vettük meg? Na most, mert tegnap megvettétek? Nem tudom. Várjál, átszaladok hozzátok, megnézem. Nem, megvettük. Írd már fel a Wikit, Jani. Tényleg. Megvettük tegnap. Mi volt a kézilabdán? Nem néztem. Hát, semmi jó hír. Tényleg nem nézted? Nem. Na most ennek ellenére kikaptunk a dánoktól. Nem néztem. Úgyhogy nem túl örömteli a dolog, az elődöntő ezzel el is úszott. Igen, vége van? Aha, hát igen. Mondjuk egyszer se vezettünk, tehát hogy... Ha nézted, akkor elejétől a végéig vészted. El is felejtettem, nem is olyan érdekel. Képzel, hát rossz omen vagyok. Hogy kaptunk volna ki, ha nézi? Így is leszem, egy ötöcskét kaptunk, viszont nem? Szerintem nem, szerintem csak hármacskát. Hallgatók kijavítanak, ha nem mondtam. Hát végeredmény szempontjából kicsit mindegy. Jó eredmény, szerintem három góllal, aztán ráadásul ugye két nap múlva a norvégokkal találkozunk, akik veretlenül. Na, ha őket megverjük, akkor még jó? Ja, igen. Jó, hát most nézzük a realitást. Igen, hajrá lányok. Jó, hajrá. Hát haddik, igen. Oda az érem, ez van most a nemzeti sportnak. 23-20 ez lett a végeredmény. Uh-huh. De nem teltek róla. Tehát nem belesen nem néztem, el is felejtettem, nem is volt időm tévézni, úgyhogy nem. Aha. Nem. Jó van. És ez most mi ment el ezzel? Jaj, hát az érem, oda ott írja az újság, az érem. Tehát 5.-6. helyén játszhatunk majd, lehet, aha. Igen, csak a norvégok ellen lesz a következő meccs, azért. Na mindegy, hát gyerekek, ez van. Most itt zenesíjük el magunkat, hát most ez történt. Kézilabda, sajnáljuk persze, de hát igazából mindig nagyjából így végzünk, nem? Nem, hello. Talán Görbicanitával talán másképp alakult volna a dolog, de hát mikor végeztünk érem, mondjuk első helyen, második helyen? Én nem tudom, gyerekek. Az elmúlt években azért. Igen, világbajnokságon, Euróvalóság nyertünk, meg másodikok lettünk, igen? Nem nyertünk. De azért előrébb egy kicsit jobbak voltunk. Most ugye elfáradt a csapat, azt nyilatkozta. Olyan, az újszülött gyerekek, nekem minden info, minden info új. Mi minden, ami a kézilabdával kapcsolatos, hogy elfáradtunk. Hát jaj, ez olyan focis. Hát szerintem is, de az első három meccset még bírtuk, és akkor most a tegnapi az nem a miénk. Mert ez olyan kicsit a futballos. Eddig, hát, más sztori, hogy a fiúk a első fél idő felére elfáradtak, tudod. De ők azért nem az első fél idő felétől, három meccset azért meg tudtunk szépen játszani, a negyedik a meg elment. Meg mondjuk a labdarúgásban nincsenek olyan játékosaink,
mint például a kézlabdában a Zanita, aki mondjuk így meccsenként hozza maga kis 7-8-9 gólos átlagát. Miért nem? Hát anyuka lett. Igen? Aha. Ja. Hát az egy... Az érthető. Az egy érthető dolog, gyerekek, igen. Viszont tegnap jártam a városban erre, arra, no. Ha ironizálni szeretnék, akkor minden napra sztrájkot Budapestnek, de még egyszer mondom, ha ironizálni szeretnék, minden napra sztrájkot, olyan sicsúgy volt a város, hogy mindenki megijedt, hogy baj lesz. A ló másik oldal, igen, senki nem jött autóval. Senki nem jött autóval, és így így tudtam menni. Nyilván, ahol ugye a fiúk bevonultak, meg a lányok, ott nem, de ha erre odafigyeltél itt körülbelül, akkor nagyon-nagyon szépen lehetett menni a városban. Igen, én is azt hallottam, hogy pont a másik dolog történt. Igen, mint amit vártak. Ami szegényeknek nyilván nem jó. Tehát maguknak, a sztrájkolóknak. Nem volt jó, mert nem érték el úgy a céljukat, hiszen kevesebb dugó volt, tehát kevesebb autó volt. Viszont neki... országos híre lett a dolognak, mindenki, igen, erről beszélt, szerintem azért az info eljutott, aha, oda, ahova kellett. Én, nekik nem a dugó a cél, hanem az, hogy figyeljenek rájuk. Ha így figyelnek, hogy nem jönnek autóval, akkor elérték a céljukat. Nem, nekünk többi állampolgárnak akarnak kellemetlenséget. Azt én tudom, csak hogy... nyilván ez akkor jó, ha hosszú-hosszú kocsi sor van, és érzik az erőt, hogy azért, aha, a demonstrációnak van ereje. Nem? Így viszont tegnap senki nem ült autóba, és simán el lehetett menni a demonstrálók mellett. Hát igen, de nem volt semmi. A másik oldalra gyakorlatilag kitakarították egész Budapestet, tehát az erejüket azért megmutatták, hogy gyakorlatilag blokkolták ilyen értelemben a várost, mert hogy nem úgy használtak az emberek az utakat, ahogy egyébként szokták, meg mindenki erről beszélt. Na most nem tudom, hogy mi van. Abban segítsetek. Na. Hogy most ők nem ültek kocsiba és otthon maradtak, akik miatt nem volt dugó, vagy tömegközlekedéssel jöttek dolgozni az emberek. Tehát Szabit vettél ki tegnapra, sztrájk szabadságot vettél ki, vagy tömegközlekedtek? De tehát az M3-asról azért Szadáról, Gödöllő, tehát az nehéz ügy. Hát évvel be tudsz jönni Gödöllőről, nem? Azért addig lerakod? És átszállsz? Hát szóval hogy Szadáról átmész Gödöllőre. És ott lerakod? Nincs sztrájk. Na azt mondom, és ott lerakod. Ott lerakod, gondolom, a gödöllői Hével megállóban van egy nagyszerű parkolót, letetted a Verdát, és akkor onnan bejöttél Hévvel. Uh-huh. Viszont arról meg nem szóltak a hírek, hogy a tömegközlekedésben volt fennakadás, mert egyébként ugye az lett volna logikus, ha mindenki leteszi a kocsiját, kocsival lehet jó közlekedni, hogy a tömegközlekedés... De ott se volt. Ott se. Hova tűntek az emberek? Igen, akkor valószínűleg Szabi volt, és otthon maradtál. És kiveszel egy napot, mert tudod, hogy nem fogsz beérni? Hát ez egy jó kérdés egyébként, igen. Tehát hogy tud kiürülni úgy a főváros, hogy mégis mindenki beér a helyére? Igen. És mégis mindenki dolgozik. Vagy nem jöttek dolgozni. Mert a sztrájk miatt azért nagyon nem szívesen adnak ám Szabit, szerintem. Hát szerintem így karácsony előtt egy normális főnököt így főhívsz, hogy főnök hallja, hogy mi lesz. Aha, olvasóságot, néz tévét. Szerintem az utopisztikus kicsit, hogy egy normális főnököt, már nem, mintha nem lenne kevés normális főnök, de ezért ezt így nem szeretik. Sztrájkolnak, nem mennék be, tudod? Hát old meg. Hát ez neked az a feladatod, maga hogy bejön főnök, nem. Na, akkor. Igen. Hamar kirúgatnád, mert hogyha így nyomnád. Én nagyon gyors lennék ebben. Ugye magas helyben, sporikám, ha persze, hogy nem jön, hát akkor... Főnök cucika. Akkor hagyjon már minket békén, igen. Igaz, mert úgy ad szabadságot, hogy közben egyébként mondjuk múlt egy szombaton meg ledolgoztatja a karácsonyt, akkor még most szabadságot adna, tehát hogy egy picit üti egymást a kettő. Hát múlt. Ez más, hogy be kell jönni dolgozni, de ha akadályoztatva vagy, önhibádon kívül, hát most, és még ráadásul te Szabit veszel ki. De mégiscsak egy munkanap. Én elengednélek benneteket. Igen? Aha. Te rendes vagy? Neked hétfő kedden nem kell jönnöd, na? Aha. Nekem se. Akkor sztrájk. Neked? A retro zene királyának? Fú, gyerekek, kedden retrónap, tényleg. Készülgessél. Kedden retrónap. Nyakunkon a retrónap. Nyakunkon a retrónap. 10 dalnál többet kell berakni, és ez nem lehet a múltkori 10 dal, úgyhogy valamit ki kell találni. Na, azért van merítés. Van merítési lehetőségünk bőven. Majd válogat. Hát azért van még a gépbe, vagy van hol? Van még, átott nincs. Akkor a otthon kazettán a Janinak. Majd még egy alternatívát CD-ről. Jó, sem kell rohanni a bolha piacra. Hát ez az. Zsülyen szerintem van otthon. Ő még mindig ezekre tombol. Még mindig nem akarja elhinni, hogy elmúlt. Hogy már nem Hedővé a király. Még mindig Hedővé a király. Hát ő világsztár. Olvastam múltkor a Sarka Katának a Facebook oldalán. De jó. És mit mondod? Hát meg kérdezte valaki, ki ez a Hedővé a fotó alapján, és azt hittad, hogy Hedővé. Hát Hedővé egy világsztár. Ja. Megmagyarázta. Szerintem ő német? A Kata? Nem. Nem, ő Sarka. Ki a német? A Lubega a német. DJ Bobo. Lubega is német, érted? Az egész akkora képzavar. Az Angela Merkel.
De hát ő mi svéd, skandináv, vagy mi ő? Hát, vagy nem, az a doktorában. Figyelj, egyébként tényleg. Ugye? Tehát mondja, akkora, hogy... ki ő? Trinidadi. Trinidad Tobago. Így van, nem, csak Trinidad. Az Közép-Amerika. Nem, nem, Duarci. Igen, a Tobago-t elutasítja. De abszolút. Nincsenek áros szenvedélye. Semmi Tobago. Elutasítja a Tobago-t, igen. Szóval Közép-Amerikából jöttem. Igen. Na mindegy. Yes, van. Sarka Kata kín volt egyébként most, hogy említetted, eszembe jutott. Én szeretem, ha neki kín van. Vagy ha kín van. Hát, hol volt? A szép. Ezen a szépség vetélkedő. Az. Ahol figyeljetek, az van, hogy a magyar lány második lett. Kulcsár Edinának hívják. Képzeljétek el, minden idők egyik. Hát én már nem tudom követni ezt a szépség ápolást, hogy mi a szépség vetélkedő. De minden idők leglegje. Hát gyakorlatilag igen, nem a volt. A magyar helyezéseket tekintve. Igen, nem volt még második. Mondjuk megoszlanak a vélemények, mert most már annyiféle van a Miss World, a Miss Izé, a Miss Univerzum, a Miss Taksonyban ott általában szoktak magyar lányok szerepelni, de hogy a nagy világversenyeken ennyire jó még nem szerepeltünk, és Kulcsár Edin nagyon erős mezőnyben a második lett. Nagyon az jó. Első, aki posztolt vele képet, Sarka Kata. De még kintről. Kintről. És te kire szavaztál volna? Hát én nem tudom. Én mindkettőjükre. Úgy nem lehet, hogy egy ilyen dupla. A Kata az természetesebb. Szerintem ő az arcán nem csináltatott semmit. Miért Edina csináltatott? Már úgy értve, hogy sebészi beavatkozás. Ja, értem. De miért a magyar lány igeny? Vagy egy hogy picit, érted? Egy picit igen, mert az órát kicsit ki kellett javítani, de ezt leadták tegnap a tévébe, és onnan tudom, csak nem vagyok ennyire informált. Hittem, hogy ennyire néztem. Ennyire jól informált. Volt egy ilyen kis... egy kis vonás így az órának a közepén. Ezt ismeritek? Vonás? Aha, hát egy ilyen vágás. Ja, amikor itt megvan vágva, és úgy néz ki, mint egy... Aha, úgy. Úgy. És egy orr. Igen, mint egy orr, mint egy fura orr, és akkor azt meg ő megcsináltatta. De nagyon csinos lányom. Tényleg rendben van. Az az álma, hogy énekesnő lesz, ezt ma olvastam. Hogy miért? De a világbéke előtt vagy után? Nem, ő nem világbékézik, azt csak tudod beszélni, csak az elsőnek neki kell. Ennyi a világbéke? Neki ennyi a világbéke, ő második lett. Így kell kiforgatni valakinek, ha nem nyilatkozta, nem mondta semmit, de miért nem mondta semmit? Mert neked mondta, nem fontos, hogy a világbéke? Ja, mert nem fontos. Ja, hát jó van, akkor ezt megírjuk. És csak az első helyzetet kérdezték arra, általában igen, ő szokott nyilatkozni, mert ők ugye udvarhölgyek, tehát nem is második, harmadik helyzet, ez nem is jó szó, mert itt nincs egy van, aki följut a trónra, megkapja a koronát, és a második helyzet, harmadik helyzet, azok udvarhölgyek. Nem is mondjuk rájuk, hogy másodikak, ezt csak én mondtam, hogy tudjuk hova tenni, ha valaki elmarad. De várjál, Kulcsár Edináról. Európában ő a legjobb. Ő, mert tudjátok, hogy az első helyzet dél-afrikai lett. Tényleg? Egy dél-afrikai lány, igen. Vannak hiányosságaim ezen a téren, fogalmam. Azért segítek itt, mondom. Neked dél-afrikai csaj lett az első, és a magyar lány, tehát hogy mind a kettőhöz van közünk. Egyeket az mindenképpen szép eredmény. Nagyon jó, nagyon jó. Hát szép, ez a lényeg. Hát egyébként régebben ronda lányokat küldtek ki, tisztelet a kivételnek, de tényleg olyan sok szép magyar lány van, és nagyon rondát küldtek ki. Néhány esetben küldtek igazán szépet. És szépek nyertek általában. Hát, de láttad a magyar lányt, és azt gondoltad... Azért, más az ízlése Fási Ádámnak, mint neked. Nem. Gyakorlatilag igen. Hanem, hogy tényleg vannak szép magyar csajok. Meg a magyar csajok nagyon szépek. A legszebbek. És az elmúlt néhány évben, de nem most, mint egy éve, két éve, régebben, 8 éve, 10 éve, 6 éve, mit tudom én. Olyan ronda nők mentek ki, azt észrevettétek? És mindig egy nagyon ronda magyar lány ment ki. Tisztelet a tényleg a kevés kivételnek. De most nem név szerint, tök ismeretlenek, nem is tudom. Tehát ez a lány tényleg szép. Nagyon most, szép. Most megnéztem. Szóval, hogy végre kiküldtünk egy valójában szépet, nem? És ott állt egy csomószor sok szép lány között egy kevésbé szép lány, magyar lány, és azt gondoltuk, hogy úristen, ennél a magyar lányok sokkal szebbek. Miért nem tudnak valami normálisat találni, aki tényleg szép? Mindig azt mondtad, hogy kimész a akármelyik kerületben az utcára, 10 szebbet találsz. 10 szebbet találsz. Felszállsz a kombinóra, igen. És igen. Mire leszállsz a Deákon úgy, hogy felszállt a Moszkvatérre, 6 szebb lány jön szembe veled. És mindig kiküldtük egy ilyen kicsit kancsal, kicsit vastag szemöldökű, kicsit ferdeorú, kicsit szemüveges, kicsit leokoplaszos szemüveges, elálló fülű valakiket. Uh-huh. És így nem értetted, hogy miért lett 23. pedig milyen szép. Hát dehogy volt szép. Dehogy voltál szép, sose voltál szép. Aranyom. Hogy valaha az voltál, de ez igen, már nem látszik. Elhitették veled szegényként, de hát igen. És most végre kiment egy olyan lány, aki ott áll a 3 legszebb közül, és azt mondta, hogy basszus, dekoratív, hosszú haja van, csinos, jól néz ki, tényleg.
Ráadásul a nyilatkozat alapján Szimpi is volt, nagyon aranyosan a nagymamájának ajánlotta a győzelmét, és nem mondjuk Pantu Péternek, hogy legyen egy fotósorozat a News is. Igen. És nem közönségesen szép, mert ott van az a típus, aki úgy szép, hogy közben tök közönséges, aha, hanem hogy úgy van benne azért valami ilyen kis finomság. Tehát, hogy azt mondod, hogy igen, vannak szépek a vonásai valójában, nem csak így néz rá, tudod, hanem hogy úgy... Úgyhogy ez egy klassz eredmény, ennek így az ember örül. Hát vigye hírét a magyar lányoknak, egyébként tök szépek a magyar nők, a magyar lányok. Tehát hogy ez tök jó. Itt már ideje lenne egy ilyet megnyerni. Hát a genetikánk alapján egyszer is simán tudnánk egy ilyet nyerni. Nyilván ott is nagyon nagy lobby van. Hogyha nyert egy közép-amerikai, akkor utána egy ázsiai, akkor dél-afrikai, tehát ezért ez így megy akkor körbe. Most mi a jövőre, mi jövünk, mert most dél-afrikai. Nem vagyunk fönt ezen a térképen annyira. De hogy tehát nagy lobby megy ám ott is, hogy kinyerjen, meg ott is osztogatják azért ezeket finoman. De mégis, azért ez egy nagy dolog. Külön ajánlom a fürdőruhás képeket. Kata, aha, miért nem indult el gyerekek? Szerintem Kata simán odaérne az első három, az mekkora lenne, nem? Jövőre elindul, és még megnyerné. Itt van valamilyen korbeli vagy gyerek megkötés? Gyerek, hogy nulla gyerek kellett, csak meg? Ő a ilyen nyiszanyuka, meg nem tudom mibe, simán indulhatna. Oda veregetne. Igen, van ilyen. Azt hiszem, hogy a Brazíliában van ilyen verseny. Azt figyelemmel szoktam kísérni. Nyiszanyuka? Azt is. Igen, Miss Mother. Hogy csakolják, hogy van egy gyereked, vagy hány gyereked, vagy bemondod, hogy van négy gyereked, vagy hát, anyakönyvű kivonata? Oda mész két gyerekkel, a gyerekeknek az anyakönyvű kivonatában az van benne, hogy XY, az XY, de vagy, és akkor gondolom így. Igen. Így valaki baleset tényleg profi, hogy a kombinol, de tényleg nekem van a fejemben egy leágazás. Én már a jövőre gondol, jó? Én még a vitézi terveit láttam is, és tudom, hogy be akarta vinni. Meg a Balázs a kombinót, ez így gyűjtőfogalomként használja címkeként. Ez az új villamosok. Hát most komolyan mondom, tényleg mindenbe bele kell kötni? Na. Hát most miért ne lehetne a kombinó a Deákon? Hát van a fejemben egy lágazás. Nekem odáig megy. Hát nekem ott kanyarodik vissza a körútra. Tesz egy kurflit, egy U-betűt, és visszamegy a körútra. Neked építi ezt a várost, neked, aki kötözködsz vele. Hát nem örülnél, ha a kombinó a Deákon? Erre mondjuk ki, aztán megvalósul. Valami sárgát. Hát örülj neki, hogy nem azt mondta, hogy tigris. Igen, bármi lehetett volna. Na jól van. Szóval gratulálunk. A Kulcsár Edinának. Így van, de megtanuljuk a nevét. Meg. Most már egy ország tanulja meg, jó? Játékra lehet jelentkezni, gyerekek, az univerzum királyáért megy a harc, úgyhogy... Ennél feljebb nincsen. Komolyan akkora lehetőséget kaptatok, és hogy nem tudunk ennél nagyobb lehetőséget adni, mint hogy ezen helyet megvertek, akkor elüldöztök be, kiüldöztök bennünket a galaxisból. Ugye? Ennyi. Na várj, ez nem jó, mert ha mi nyerünk, és akkor mi kiüldözzük a hallgatóinkat a galaxisból. Akkor arcoskodunk. Uh-huh. Jó. Egész jövő héten arcoskodunk azon a nagyon komoly két napon, amikor bejövünk, abból egyen már nem is nagyon beszélünk. Én egy picit 2015-ben is. Jó, ha gyerünk. Jó, szóval megkaptátok azt a lehetőséget, hogy verjetek meg minket, és hát ehhez azonban tényleg olyanok jelentkezenek, akik jónak érzik magukat. Mert kell a győzelem nektek, tegnap elvesztettétek. Ugye? 1-0-ra vezetünk. Bizony. 1-0-ra vezetünk. Miss nagymama is van Brazíliában. Jaja. Írják. Az még egy csoda, azt is szoktam figyelni, és megmondom őszintén, hogy elég meglepő. Meglepően néznek ki arra fel a nagymamák. Odaérni? Hát én már kértem egyébként politikai menedékjogot oda. Csak aztán dumáltam nem mondani, és végig is mondta, hogy minden ideköt, családom, munkám, stb., hogy mégis maradjak. De hogy én azért néztem azokat a nagymamákat, hát nem tudom, valahogy másképp érnek, idősödnek a hölgyek. Más a napsütés miatt van. Megkóstolnád a megy kompótját? Hát azért... Csináltam egy kis megy kompótot, hát és gyere már, kóstolj már, meg elég édesek. És biztos meglepődnék, amikor bejön a szobába a kis almás pitéjével. Ó, a kis pité, megkóstolnád, mi? Amikor bejön a felfújta. Na mindjárt ránézek az interneten, hogy néznek ki. A Miss nagymamák Brazíliában. Fél hét múlt pontosan egy perccel lehet jelentkezni játékra, jó? Tegyétek meg, hogy írtok nekünk SMS-t, ha valaki szeretne velünk játszani, mi pedig jövünk a hírek után. Ez itt a Morning Show a Klassz FM-en. A Klassz FM-en. 9 perc múlva pontosan 7 óra, jó reggelt kívánunk mindenkinek. Itt vagyunk. Igen, gyerekek, én még ez a füles, és még nem tudom felvenni. Még vannak kihívások ezen a téren, igen, hogy kell ezt így összerakni, hogy fel tudjam menni. Úgyhogy, de sikerült, úgyhogy itt vagyunk. Van játékosunk is, ha minden igaz. És 1-0-ra vezetünk, ugye? Bizonyám. Mm-hmm. 1-0-ra vezetünk, igen. Ki esett tegnap? Arra van én.
Hát ő volt az. Arra vonatkozólag csinálj egy statisztikát, Anna, légy szíves, hogyha a hét első napját nyerjük, ebben az évben nyertük az első napot, akkor mi lett a hét végére? Jó, ezt nézd már meg, légy szíves. Jó, ez egy olyan két és fél órát el vagy. 5 percet van rá. Igen. Na, megnézzük, hogy ki a hét második játékosa. A verhetetlen rádiós trió felkészült a harcra. Egy műsorvezető, 4 tiltott szó. Fekete, fehér, igen, nem. Felkészültél? Jól gondolt meg a választ. Halló, jó reggelt! Halló! Halló, jó reggelt! Sziasztok. Hello, szia! Jó reggelt, ki vagy? Szia! Ja, Peti vagyok. Peti, honnan hívsz minket, Peti? Budapesttől. Budapest. Na, második kerület. És azon belül honnan? Hüvösvölgyi út. Hüvösvölgyi út. Nagyon szép rész. Az is szeretem. Az. Igen, Mária Remete, Hüvösvölgyi, Nagykovács. Hát igen, ebből a szempontból kellemetlen, de ott nagyon-nagyon szép kis utcák vannak. Igen, bejutni nehéz, de viszont szép ott lakni. Igen. Igen, igen. Jó, akkor nem. És mivel foglalkozol, Peti? Taxizok, Balázs. Taxizok. Taxi. Az jó. Jó. Jó, ennek az jó. Elmegy. Most bármit mondunk neked reggel, visszakérdez, az jó? Akkor jó. Jó, akkor jó. Kicsit unom az egészet. Kicsit, igen. Igen. Na, a Peti kivel szeretné játszani? Hát veled, Balázs. Legyen így? Jó, legyen így. Csak mondaná Peti, jó, legyen így. Oké. Okay. Ja, próbáljuk meg, jó? Csak ne legyél passzív. Beszélj sokat. Igen. Jó? Mehetünk? Mehet. Jani? 3, 2, 1, fire. 3, 2, 1, fire. Itt vagyok, Peti. Szeretnél biztos kérdezni. Szeretnék. Na. Mikor születik a gyermeked, Balázs? Bármelyik napon megérkezhet, képzeld. Ó, akkor talán karácsony környékén esetleg? Annál kicsit előbb. Most már tulajdonképpen bármelyik nap. Neked van? Van gyermek? Nekem van, persze. Fiú, lány? Fiú. Hogy hívja? Márk. Márk? Az jó név. Szereted? Hogy ne szeretném. Uh-huh. A legfontosabb az életemben. Hány most éves? Most hiszem iskolában. Nyolc lesz márciusban. Izgul a suli miatt? Persze, hát szereti egyébként az iskolát. Jól is tanul, hál' Istennek, úgyhogy ügyes matekből zseni. Matek zseni, az jó. Tied mennyi idős? Az enyém, kérlek szépen, az enyém az 5 éves múlt. 5 éves múlt, akkor így nagycsoportos? Van. Nagycsoportos, így van. Hát akkor jövőre iskola, ha minden igaz. Jaj, Istenem, a két rezignált profi. Hát én inkább küzdöttem, hogy nem mondjam ki, nagyon indisponált voltam. De nem, de nagyon jól toltátok, mind a ketten ilyen lazának, mint is ez a kicsit ez a nem is tudom, a gyerekek éppen a medencében úsznak, vagy korcsolyáznak, vagy nem tudom, öltöző, és egy kicsit ilyen öltözői beszélgetés volt, igen, vagy iskolai, vagy óvodai. Egyéb, jó. Aha. Igen. De jó volt, megbeszéltük mindent, ráadásul megvan az ajándékcsomag, ügyesen játszottál, nem azt hittem, hogy kimondod, mert hogy itt egészen összefüggő mondatokat mondtál, de nem sikerült. Én annál rosszabb voltam. Nagyon izgultam, de végül sikerült. Nem, nem hallatszom. Picit még bízta benne, hogy van még benne egy perc, és elkezdtek beszélgetni a feleségeitekről is. Ha jobban érdekel volna, de hát ez van. Igen, átjöttök ezt, én gyertek. Jó, ígyunk meg valamit. Na, hát akkor már ennyi, ígyunk persze. Jól van, na, hát ez így izgalmasabb, ugye az univerzum királyáért folyó harc, mert hogy Péter hozta a pontot, a kötelező pontot, így jelen pillanatban ugye 1-1 van. 1-1 van, gyerekek, úgyhogy. Ajaj. Szorulunk. És hát te hol is vagy? Én most a Szamáron ültem, tehát visszamentem a szemétdombra. Aha. Visszamentem a szemétdombra, gyerekek. Peti, köszi a játékot, küldjük az ajándékcsomagot, jó? Nagyon szépen köszönöm, és további szép napot, kellemes ünnepeket nektek. Köszi neked is. Hello. Ciao, hello. Hello, sziasztok. Hát ez van. Ajajajajaj, nagy a baj. Hát nem, még nem. 1-1-nél az majd nem nagy, de kezd mondjuk nagy egy 2-0-nál nyugodtabban ülnék itt, ez igaz. Igen, na, akkor már fél lábbal ott lennénk az univerzum királyának eredmény hirdetésén. De így még nem vagyunk ott. De a második is ott lehet. Az is igaz. Ajaj, M3-as 201-es kilométer Nyíregyháza felé mérnek. A Bécsi úton a régi orosz laktanyánál teljes útzárban baleset történt. Ezt K. Csaba küldte nekünk. Mindenki vigyázzon. A 10-es úton a megszokottól is nagyobb dugó. Nyilván a Bécsi út miatt. Ha valaki nem tudta, akkor most talán ezzel segítettünk. Gyöngyösnél Nyíregyháza felé kocsi az oldalán, az M3-asnál. Figyeljen mindenki.
És igen, a 73-as kilométernél van ez a baleset, egészen pontosan két kamion és egy személyautó ütközött, gyerekek. Csaba is elküldte, Csaba drága vagy, köszönjük szépen. Jani, mondani akarsz valamit? Igen, az ajándék, hogy eszembe, hogy valaki berobogott, vagy csak cúpogott ki a fogadból az ételből. Igen, vagy csak tátogsz. Valaki berobogott egy pár doboz szaloncukorral, kézműves szaloncukorokkal, nagyon szépen köszönjük, nagyon kedves. Állítólag a 2014-es év szaloncukráról van szó, szóval, hogy megkóstoljuk, csekkoljuk, jól néz ki. Aranyosok. Hát ennek te vagy a szakértője, úgyhogy... így van, csekkoljuk, majd egy kicsit így ilyen hosszan, alaposan. Aha, több dobozzal. Így van, van rá lehetőség. Köszönjük. Na, egy érdekes témával folytatjuk a hírek után. Arról beszélgetünk majd, hogy egy coaching team által elvégzett online kutatásból kiderült, hogy nehezen találják meg a hangot egymással a különböző korosztályba tartozó munkatársak a magyarországi munkahelyeken, ami azt jelenti, hogy a fiatalok kevésbé találják a hangot az idősebbekkel, nem is nagyon kedvelik őket, derült ki ebből a kutatásból Magyarországon, és ez fordított esetben is igaz, az idősebbek megbolondulnak a fiatalabbak nyelvhasználatától, szokásaitól és az összezártságtól, és keresjük azon munkahelyeket, ahol ez fennáll, vagyis az fiatal hallgatói mondják el, hogy ki a legidegesítőbb idős, és mit csinál a munkahelyen, illetve várjuk idősebb hallgatóink SMS-eit is, hogy miért bolondulnak meg a fiatalabb munkaerőtől, mit csinálnak, hogy beszélnek, miért idegesítőek, milyen szokásaik vannak. Tehát megnézzük, hogy generációk között milyen ellentétek feszülnek egy munkahelyen belül. Ez egy nagyon érdekes téma. Igen. Mert ugye össze vagy zárva, tényleg nálad jóval idősebb emberekkel, vagy fiatalabb emberekkel, és nem biztos, hogy tényleg elviseled őket a különböző rigolyák, szokások miatt, amit egészen felvesznek, tehát, vagy használnak. Olyasmit kell elképzelni, hogy oda megy egy fiatalabb kollega, az idősebb kollega, és azt mondja neki, hogy te Béla bátyám, te annyira pró vagy. Mi vagyok? Fötekes szélekem, te! Mi az, igen, hogy bro? Igen, erre gondolunk, és mást eszik, máshogy beszél, más szokásai vannak, és ez bizony sokszor lehet, hogy nézeteltérést okoz egy-egy magyar munkahelyen, ahogy egyébként ki is derült ebből a kutatásból. Uh-huh. Úgyhogy hát várjuk hallgatóink SMS-eit. Igen. Azoknak a fiataloknak az SMS-eit például, akik számára megszokhatatlan, azt mondja, hogy a Béla bátyám háromszettes alumínium ételhorlóba hozza be minden nap az ebédet. Igen, mit csinál, és egész nap mi történik a munkahelyen, jó? Úgyhogy kicsit erről beszélünk majd a hírek után, 2 perc múlva 7 óra, itt vagyunk a hírei után. És most folytatódik a show, amelyre az ország ébred. A mikrofon mögött az éter nagy ágyúi, Sedestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez itt a Morning Show, Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Itt a Klassz FM-en. 7 óra múlt 12 perccel, jó reggelt kívánunk mindenkinek, hello, drága hallgatók, itt vagyunk, jó reggelt. Ahoy. És egy nagyon helyes kis észrevétel, igen, írták a hallgatóink, hogy nem kell visszamennem, mert hogy az volt a deal, hogy ha elveszítjük, és nem mondom ki, akkor a hallgató eldöntheti, hogy kell-e visszamenni, vagy nem. De mivel most nem kérdeztük meg a hallgatót, így ott maradok. Ő visszaküldött volna pedig. Nem, ezek után dehogy is, biztos nem. Múlt héten még úgy volt, hogyha nem mondod ki a tiltott szavakat, akkor a játékos dönti el, hogy vissza kell-e menned. Írja valaki. Fairplay díjat neki. Igen, és Dávid is elküldte. Nem a szerkesztőnk küldte. Nem, Répás Dávid is elküldte, hogy nem ugrik vissza a Szamártól. Balázs, ugyanezért jössz egy ajándékcsomaggal, írta Dávid, hogy felhívta a figyelmet. De tényleg nem kell visszamenni, hát azonnal visszazavartatok, észre se vettétek. Hogy kapaszkodik. Volt egy ilyen dílünk, hát ez miért kéne visszamenni? Akkor most hol vagy? A Szamárnál. Jó. A Szamárnál. Hát kantárral vagy ülsz? Ülök. Ülsz. Aha. Ja, persze, állok a gyerekbe. Vágtázol vele. Vágtázom az istálló felé. Már látom a lovakat, nem sokára kilovagolunk. Szóval ott vagyok a Szamárnál. Ez nagyon jó. Ez így van. Ugye ez fontos, gyerekek, hát ez muszáj, jövő héti kedre még úgy el kell érnünk a kilovaglás. Sietetlen, hogy az ellenség, illetve az ellenfél soraiból jelzi ezt valaki. Egyébként tényleg döbbenet. Nagyon érdekes. Korrektek, ami hallgatók. Kapott valami ajándékot? Nem. És többen elküldték, hogy maradj ott a Szamánál, ne menj vissza. Hát volt egy ilyen díletek a múlt héten. Milyen rendesek a mi hallgatóink. Ellenkező esetben mi biztos, hogy nem jeleztük volna. Azt tuti. 100%, hogy nem jeleztük volna. A 10-es út halott, egy baleset miatt teljesen beállt, 10 perc egy lépés sem haladunk, aki teheti, kerüljön. Jobb reggelt, ezt Brian küldte nekünk. És igen, mondom, hogy hol történt a baleset, a Bécsi úton a régi orosz laktanyánál. Ami azt jelenti, hogy aki befelé jön, annak viszonylag messze van, tehát ne is nagyon reménykedjen benne, hogy áthalad a balesetem. Ott van az útzár, úgyhogy emiatt áldogáltok ti szegénykék ott a 10-es úton. Ezt Csaba elküldte nekünk, köszönjük szépen. És ráadásul az Aranyhegyi út elején is van egy baleset. Ez is lehet, hogy kapcsolódik a 10-es úthoz, úgyhogy, vagy lehet, hogy ez az orosz laktanyai rész, nem tudom. Minden esetre hatalmas dugó a 10-es úton az orosz laktanya miatt. M3-as autópálya 73-as kilométernyi Nyíregyháza felé szintén baleset.
Veszprém és Pápa között nagy köd, hátsó ködlámpáktól kifolyt a szemem. Ezt Disp küldte nekünk. Köszönjük szépen. György teljes köd borítja, mindenki vigyázzon az utakon. A pusztító küldte nekünk, és igen, és igen. Tulajdonképpen ezek a, ezek a legfrissebbek. Na, idős kolléga, fiatal kolléga. Hát ez egy érdekes kutatás, és nem is tudom, hogy miért nem beszéltünk erről, pedig rengeteg munkahelyen van ilyen, ugye? Készült egy magyar kutatás, ami arról szól, hogy az idős kollégák nehezen viselik el a fiatal kollégákat, és fordítva. A fiatalok pedig nehezen viselik az időseket. Egyébként ezt már a mikorunkban is tapasztalható. Szerintem a Ferinek is vannak ilyen élményei, neked is, Balázs, biztos vannak ilyen élményei, amikor összefutottál a nagy öregekkel. Hát igen, mert én minden nap ezt élem. Tehát, hogy ezt akartam mondani, mi már benne vagyunk ebben. Igen, tehát én ezt minden nap átélem, hogy milyen idős emberekkel dolgozni. És mennyire... Két ráncos öreg, bocs. Már nem úgy ére, hogy valaki félértse, nem úgy ér. Igen, ilyen szokásaitok vannak, és mennyire nem értitek ti már a fiatalok nyelvét, és bármit mesélek, mondok, egyszerűen csak ilyen ködös tekintettel így néztek rám, de mennyire nincs már ez meg nektek. Igen, az tudjuk, életem és az életvitelem nektek ott, nektek ott a B oldalon. Azt mondod, számítógép, hújjújjúj, mi az? Azt mondom, hogy már 18-an vagyunk az Instagramon, és így néztek rám hülyén, hogy hol. Ben, mi? Igen, ja. Így is van. A reggel is olyan meleg volt, már hogy úgy gondoltam, beülök a velocipéddel. Igen. A kutatás ugye arról szólt, hogy megvizsgálták öt nemzedék képviselőjét, az Y generációt, a Z generációt, a veteránokat, a Baby Boom generációt, a 45 baby és a... Baby Boom. Ők a 45 és a 64 között születettek, az X generáció, az Y, a Z generációt, és rájöttek, hogy bizony nehéz az együttműködés. A Z generáció, azok kik, a zombik már? Nem, hát az Z generáció az a 94 után születettek. Hihetetlen. Most lépnek a munkaerőpiacra, de a többség még a diák. A később születetteket majd melyik betűről hát fogják elnevezni? Újraindult. A generáció. Szerintem egyébként amióta világ a világ, azóta ezek az ellentétek, ezek fennállnak. Tehát, hogy alapvetően szerintem az idősebbek, lehet, hogy mit tudom én, a hivatásuk, vagy a munkájuk féltése szempontjából is, de amúgy sem nagyon szeretik, hogyha jön egy ilyen okoskodó fiatal, frissen szerzett diplomával, és akkor majd elmondja nekik, hogy merre, meddig, hány méter. Nem szeretik. Nem szeretik. Alapvetően bizalmatlanok. Ahogy egyébként egy fiatal se szereti, ha egy idős megmondja neki, hogy mit csinálja, hogy élje, hogy dolgozzon, hogy nyúljon az esztergapadhoz, majd ő biztos tudja, hogy kell, nem tudom, kenni gépzsírral a kamionnak az alját, vagy mit tudom én. Én már akkor széklábakat esztergáltam, amikor te. Mert a tapasztalat, és ezt nem veszik figyelembe a fiatalok. Ez a bajom a fiatalokkal, érted? Hogy? Hát, hogy a tapasztalatot veszik semmibe, te is. A Janival kapcsolatban, érted? Ott álltok a tévéképernyőjén, az mondjuk nem. De jó, hogy voltok, tényleg. Te, a ez nekem még eddig eszembe se jutott. Azért segítek. A tapasztalat az, amit te nem tisztelsz, igen, meg hogy, az idős kor szellem. Hogy lehet, érted, az új erő, meg a friss tudás, meg minden. Igen. De azért ott van egy 30 év, vagy egy 20 év. Igen. Az esztergapad mellett eltöltve. Nem az a baj, sokszor az a baj az idősekkel, hogy úgy mondják el, mintha te teljesen hülye lennél a fiatalokkal, meg az a baj, hogy úgy arcoskodnak az öregek előtt, mint vagy az idősek előtt, mintha azok semmit nem tudnának. Megint fárasztja ez az okoskodás. Igen, mintha azok teljesen hülyék lennének. Tehát, hogy mindenkit fáraszt, egyébként mindenki. Nyilván nincs meg a kölcsönös tisztelet se, ugye, tehát az idősebbeket kicsit sajnos a fiatalabb generáció egyszer lenézi, nem? Tehát hülye ő már nem tudja, mert idős. Igen, közben nem hülye, csak idős. Tudja, csak más a tempója, mint a tiéd, ennyi, de ugyanúgy meg tudja csinálni ő is, és ő már, ugye mindig azt szoktam mondani, amikor ezzel a korra jönnek, hogy meg kell azt élni, amint már én mondjuk túl vagyok. Egy tatás volt egy kicsit? Hát egy picit. Ez már olyan volt, beégünk felé. De ne, hát most érted, a 20 éves oda jön, hogy nem, éve ezért fater, és akkor arra azt mondhatja egy 50 éves, hogy értelek, cica fiú, csak az a 30, ami neked előtted van, az nekem már megvolt, érted? Egyébként az az érdekes, hogy amivel leggyakrabban szoktak szerintem példálozni, ugye az például a számítástechnika. Uh-huh. És ugye a számítástechnika sem annyira friss műfaj már, hogy szerintem simán előfordulhat az, hogy jönnek ilyen dumák, hogy én még annak idején basic nyelven programoztam, amikor te még azt se tudtad, hogy jaj, hagyjám. És nyilván a fiatal operátort, mondjuk ez olyan értelemben, vagy programozót olyan értelemben idegesítheti, hogy kit érdekel, igen, hogy hiszen ő most, ma nem használjuk. Hát most már nem számít semmit, nem foglalkoztat senkit, nem használod a gyakorlatban, ez már csak egy, hogy hívják, egy érdekes, izgalmas szelete a múltnak. Nem? Hát jó, de a múlt ismerete vezet a jövőbe, érted?
Jézusom, Feri, aludj vissza. Feküdj le, aludj egyet. Jó, valakinek képviselni kell. Valakinek ezt is képviselni kell. Ez az ország nem csak 20 évesekből áll. Egyébként ezt jól fogod nyomni. Jól nyomod majd. Érted? Még 10 év és tényleg ilyen leszel. Mert most még csak ismerem ezeket, de akkor már komolyan is fogom gondolni. Most még csak úgy mondod, 10 évvel később ezt már meggyőződésből fogod mondani, igen. Na, ugye kértük hallgatóinkat, hogy írjanak nekünk SMS-eket, és nevezzék meg, hogy mennyi a korkülönbség, milyen idegesítő szokásokat csinál, és nem akarjuk mi itt az idősebbeket bántani, sőt, mi több kíváncsiak vagyunk arra, hogy az idősebb hallgatóink miért viselik nehezen a fiatalabbakat. Tehát szemtelenek, trehányak, beszólnak, lenézik az időseket, akik egy munkahelyen dolgoznak, nem tisztelik őket? Egyszerűen hol van az ütközési pont, vagy hol van az ütközési felület? Kötekedőbbek, nagyszájúbbak, nyilván hangoskodnak, nem? Szóval, hogy ahogy én is idősödöm, egyre nehezebben bírom a hangoskodó fiatalokat. Egyszerűen elkezdenek idegesíteni. Na, nem? Tessék, és már rájössz, hogy az a 20 éves átmész Siófokra, mint amely nyáron a Balatonon, és rájössz, hogy az Északi Park maga a megnyugvás. És véletlenül bekeveredsz Siófokra, és rájössz, hogy nem bírsz ott élni. Jó, mert 20 éves egyetemisták, gimnazisták, berúgva részegen mennek az utcán, és vissza akarsz menni az Északi partra nyáron, ahol nyugalom van, béke, csend, és... Na, és azt én vagyok a tatter. És rájössz, hogy neked már ilyen idősen az Északi parton kell nyaralnod, nem a déli parton, vagy hát legalábbis nem Siófokon. Azért ez nem azért van, mert idősödsz, hogy idegesít a Bencének az üvöltözése, őt mindenki idegesít. Mondtam már, hogy jön a karácsony, ne bánts az öcsémet. Ja, jó, hát csak üvöltöző fiatalokról beszéltél, akik jönnek is. Ne bánts az öcsémet, van elég baja. Tényleg. Na nézzük, hogy mit írnak a mi hallgatóink. 28 éves vagyok buszsofőr. Az idős kollégák normálisok, viszont a velem egykorúak nagyképű köcsögök. Na, szatyi. Látod? Aha. Ez milyen jó meglátás ez, igen. Tényleg hozhatod a Ferinek a plédet a kocsiból, Balázs. Na, de ez is elárulja, hogy kinek van pléd a kocsijában, nem nekem. Nekem van pléd a fenyőfa vásárlás miatt. Azt mondja, hogy takarító családi vállalkozásunk van, a 24 éves fiam és a falusi beszédű anyós a nap fénypontja. Nyilván, amikor ők ugye találkoznak. Aha. Anyós minden reggel rászól a srácha, hát, hogy nézd már ki az ágyad, a brün hűljön a képedre, mondja ezt az anyós. A fiam így reagál, mama, én se teszem szóvá a szemed körüli lövész árkokat. Ott azért jó barátság van a nyugával. Jól indul minden reggel. Igen, ráadásul mama akkor duzzog, ha a srác ezt a mondatot elsüti. Mamám a munkát tolja TH-val, tank hátsójával. István küldte ezt nekünk. István kicsit brébuszokba fogalmazott, uh-huh. Megörülök István. Hát vagy, nem, vagy István túl fiatal, és nem érted a nyelvezetét. Balázs, inkább erről lehet szó. Hogy már én is. Ez sajnos nem érted ezt a nyelvezetet, igen, mert fiatalhoz. Ramos itt van velünk, halló, jó reggelt! Sziasztok, jó reggelt! Szia! Na, hány éves vagy? Én 32. 32, az azt jelenti, hogy akkor nyilván idősebb kollégáddal dolgozol, igen, ugye? Igen, idősebb kollégá. Átnyugdíj előtt áll még 1-2-3 évvel, és akkor... És gondoltad, hogy most még utoljára beszólsz neki. Finom a helyre teszed. Gondoltam neki, igazán sok jókat tudtunk nevetni rajta. Mit dolgoztok? Mit csináltok? Sofőrök vagyunk. Sofőrök vagyok. Hát ott nem nagyon találkoztok, nem? Hát ott mindenki hát a saját... Hát találkozunk igazán, hogy elég sokat. Tehát egymással járunk így több kollega, és így szoktunk így találkozni, meg esténként, mikor elszámolás van, vagy hajnalban, amikor elindulunk, akkor szoktunk vele így találkozni. Hajnalban. Na, mit csinál? Hát a térdig felhúzódzók még, meg a hónajbolotválás, ami igazándiból neki kócsa volt, és erre azt mondtam neki, hogy miért ez valami, hogy elvárás nálatok? Hogy a... Nem, elvárás nem, csak ugye őnek ez furcsa, hogy mi ezt, hogy is mondjam, leszedjük, mint de azt. Te mi nyújtózkodsz egyet, és megkérdezi, hogy Ramos, hova tűnt a szó? Hogy jön ez szóba? Hogy figyelj már, neked a nő a szőr a hondajat. De mondom, nő, csak mondom, minket mondom, fazonra igazítjuk meg, megveszedjük. Sőt, a barátnőink is fazon igazítanak mindenhol, nem úgy, mint a... Hú, megcsillant az öreg szeme, mi? Azt se értette. Égetted? Azt se értette. Igen, megcsillant az öreg szeme, az a megyek Erzsikémnek, megnyírom. Meg ugye ez, hogy Csíkosztatyorra járunk dolgozni, mármint ő, nem mi, akkor nekünk ez még furcsa, mert látunk, mint ilyet. A gyerekkorunkban elég sokat
de csak ez még furcsa, hogy még 2014-ben is ez van, mint anno 83. Hát aztán figyelj, lehet, hogy most ez a szőrös olaj, ez jön vissza. Én láttam tegnap egy képet Kobe Bryantről, az NBA legendáról, ahogy éppen örült neki, hogy beérte Michael Jordant az öröklanglistán a dobott kosarak tekintetében, és hát ott azért volt. Volt. Volt anyag volt. Rendesen, igen. Nem volt rá ide. Hát az is lehet, a sok kosár mellett. Elfelejtette. Egyébként igen, vagy tisztelget Michael Jordan előtt most, hogy megdöntötte a rekordját, igen. Jó, szóval ennyi, hogy a zokniba jár, meg hogy úgy beszél? Hát érjük beúzott zokni, meg a Hosentroger, meg ilyen hasonló aha. dolgok, amik igazániból az idős embereknél megmaradt, mert ő nekik így volt természetes, és ők ebben meg is fognak maradni, szerintem ameddig élnek. Csak ugye most mi ebben a világban nőttünk már fel, ami már egy kicsikét... hogy is mondjam, fejlődőképesebb. Jó, oké, köszi, hogy elmondtad. Köszi. Ciao, hello, hello. Ciao. Na, nézzük még az SMS-eket. Azt mondja, hogy takarító családi vállalkozásunk van. Így szép volt, ezt az előbb elolvasta. De még egyszer hát, mert nagyon jó azért. Több ilyen vállalkozás is van. Nálunk fiatalként nem könnyű, csak az öreg módszere a jó, és sokat isznak. Nem bírják azt sem, ha poénkodnak velük, ez Zoli küldte nekünk. A kollégám 75 évesen feketén dolgozik, köpköd, káromkodik, és a 18 éves kolléga lányok feketét fogdossa. Kibírhatatlan, ezt Bence küldte nekünk, aki 21 éves. Nem csak bátrabb, mint ti? Kibírhatatlan. Igen, mit akartam mondani? A pont ezt, hogy ha megnézed az SMS-eket, akkor arról szól, hogy nem is mindig a melóval van baj, hanem a többivel. Tehát amit Ramosz mondott, hogy a szőrös hónai és a fölhúzott zokni, itt mit mond a szokások hallgató, inkább. Ugye, hogy köpköd, felestiszik és megfogja a csajok fenekét, hogy nem azzal van baj, hogy ő hogy dolgozik, hanem hogy éli az életét. Hogy mit csinál munka igen, közben. Hogy egyébként igen. mit csinál. Srácok, rohadtul utálom, hogy Sanyibá az esztergályos felessel kezdi a napot, mert ő azt mondja, így jobban lát. Na. Szerintem ez menő. Csak mondjuk, hogy nyilván balesetveszélyes, meg egyéb ilyen problémák lehetnek belőle. Az a balesetveszélyes, ha ő nem issza meg. A, igen. Érted? Mert ő már szinten van de állandó. Az, hogy megmagyarázza, az nagyon tetszik. És nagyon jó ez a kis definíció. Jobban látok. Igen, az időskori alkoholizálás, az szerintem standard. Olyan munkahelyen, ahol ezt nem ellenőrzik annyira, vagy nem, mit tudom én, volánbuszsofőr vagy metróvezető, vagy nem tudom. Szóval ott kicsit gurítasz egyet reggel, nem? És úgy egyszerűen beindul a napod, nem? Mindig más hozzá, a reggeli pálinkát, körbekóstolod. Igen, ez még úgy 20-25-30 évesen még úgy nem, a hétvégéhez hozzátartozik a bulizol, de úgy hétköznap nem. 50 fölött már úgy. Ha megengedheted magadnak, nem ellenőriz, akkor miért ne? Nem? Igen, meg esztergályos jelentileg inkább csak önveszélyes vagy, nem? Ott nem vagy közveszélyes, hogyha ittesen kezdesz el ott esztergálni. Más lenne a helyzet, hogy mondjuk darukkezelő lennél, tudod. Hát ott egy ott a helyre megjelensz egy emberes betongerendát, aztán kicsit elnézed. Igen. 31 vagyok, a munkatársam 55 körül. A köcsög nem akar segíteni semmit, ha kell. milyen szép tisztelet, és mennyi, milyen mélység, nem? Amikor az ember így tiszteli a kort, igen. Bírom, hogy az idősebb kollégám lenézi a GPS-szel dolgozó fiatalukat, mondván az ő idejükben térképezett egy igazi sofőr. Igen, meg kellett tanulni, hogy mi hol van. Érted, a régi taxisok is ezt mondják az újakra. Ott nyomkodja azt a izét, azt közben meg tudni kéne, hogy hol van a Király utca. Igen. Én nem a GPS-t ismertem, hanem a várost! Na, így. Volt egy idős kollégám, ha tanácsot kértem tőle, nem hallotta. Ha azt mondtam neki, osz, iszunk egy sört, válasz, mehetünk. Szelektív hallás, ezt így hívják. Igen. Vajon nyilván a fiataloknak is megvan, vagy a fiatalság hátránya is megvan. De ha mi idősebbek leszünk, mi is megragadunk majd abban, hogy technika tagadók leszünk? Hogy tényleg úgy nézünk majd azokra, akik egy olyan segédeszközt használnak, amit most még nem fedeztek föl, mint ami még nálunk nem volt, és majd mi is azt mondogatjuk nekik, hogy na, hát ezért ezt old már meg anélkül, mert mi is meg tudtuk oldani, és kicsit úgy tekintünk rájuk, hogy fogyatékosok, mert nekik az már kell, láss térkép GPS analógia. Tehát ez jön az időskorral, hogy kicsit azt mondja, ne, GPS, hát mi is megoldottuk, érted? És van egy ilyen tartás benned, hogy megoldottad. Hát a mai fiatalok meg milyen puhányok, hogy nekik mondjuk sofőrként kell a GPS, ami teljesen természetesen, miért ne használnád, ha ott van. Kérdezd meg, érted, emberi kapcsolatok, elmész Győrbe, elküldenek a vasútsor 2-be, beérsz Győrbe, aztán megkérdezi, merre van, mondják, hogy vissza 6 kilométer. Ja, tényleg. Mindig ez volt.
Bizony, és ehhez gyakorlatilag elősegített az emberi kapcsolatoknak a fejlődését. Miközben a GPS-el való kapcsolat azért nem az egy érzelmi alapú dolog. Igen, de hogy ez jár akkorra, hogy egy után is elveszítjük a fonalat, és inkább azt mondjuk, hogy hát a mikorunkban meg lehetett oldani, érted? Igen, igen, de ez tényleg egyfajta védekezés lehet. Tehát, hogy azt mondja, hogy így picit magas neki, picit bonyolult, picit nehezen tanulja meg, és akkor rögtön elkezd védekezni, hogy az igazi sofőr az, hogy jó, akkor azt térképpel közlekedik. Egyszerűen csak azért, mert az a kütyű bonyi leki. Igen. 26 éves gyógyszerész vagyok, 60 pluszos asszisztensek között. Én magázom őket, ők engem tegeznek. Gondolhatjátok, mi tiszteletem van. Ha adok nekik valami utasítást, csak néznek rám, és egyszerűen nem értik, mi történik. Nem is beszélve a napi, vegyél fel zoknit, hát meg fogsz fázniról. De aranyosak szólnak a mamzik. Hogy vegyél fel zoknit, vegyél meg fogsz fázni. Doktor úr, vegyél fel zok, vagy mi az, patikus úr. Uh-huh. És betűrik a pólódat, hogy nehogy megfázol, felhúzod a katyát. Mi vajon mikor lépünk abba a korba, hogy már kicsit a fiatalok érzik, hogy mi már benne vagyunk? Olyan, mikor léptünk? Hogy? Igen, hogy te hallgat minket 20-as, 25-ös Morning Show hallgató, és kicsit néha érzi már, hogy a srácok idősödnek? Hát biztos. Nem? Hát amikor ezt mondom, hogy a tapasztalat a miénk, akkor a tiétek, akkor szerinted... Ugye, hogy néha már szerintem hallgat minket egy 20 éves, és azt mondja, hogy... Jézusom, ugye? Kihaló félben lévő kezek is. De ez dermesztő, ezt nem akarom. Nem akarom? Pedig... Nem. Többet kell fiatalok között lébe szólnod. De... Járja közéjük. 20 évesek közé. Az ujját. Sziasztok, milyen mai duma? Milyen szleget használtok? Jelen, mi az új zene? Nem, nem, nem. Hallgass be, ez kasserolod? Ugye milyen pro? Kasserolod, te hülye, tudod, és így mondanák, hogy Jézusom. Igen. Hát gyerekek, családos emberek vagyunk. Hát ezt beszélünk itt ilyen. De az is szánalmas, hogyha megpróbálsz egy 20 éves, tehát hogy 20 éves szintre lemenni, érted? Tehát nem most vagy 30, mint én, 6-7. Gyerekek, én ha eljutok egy úszodába, véletlenül Bennyvel valahova, és mondjuk úszom két host, és valaki leáll mellém, és picit gyorsabb, azonnal rámegyek. És nekem még az is egy verseny. Te egyszerűen nem hagyhatom, hogy úgy szálljak ki a medencéből, hogy megelőzött. Tehát, hogy mindig rivalizálok. Az nem korfüggő, mert ha őt úgy hívják, hogy Darnyi, akkor érted. Nem, mert Darnyival nem találkozik, hiszen mondta, hogy a Bennyvel megy, ez a gyerekmedencében történt. Igen. De ha tudszik egy 8 éves kicsit gyorsabb, akkor vagy megfogom a bokáját és visszaúzom, vagy aláúszom és lesz, de nem érhet oda előtt. Menjél vissza erre. Pálinkát főzök, és ha mondok valami hasznosat, hogy miképp cefrézzen az öreg, habzik a szája, hogy egy 22 éves takony neki nem mondjon okosat. Aha. Tényleg létezik azért ez a fajta oda-vissza működő előítélet, ugye? Igen. És rögtön megsértődnek. Tehát, hogyha mond valaki nekik valamit, akkor rögtön utána jön a durcáskodás. És zseniális parkettásokkal dolgoztatunk éppen otthon, nagyon jó arcok, fiatalok. És mondja, hogy neki az édesapja is parkettás volt, és hogy az édesapjának azt mondták, hogy elnézést, nem lehetne azt, ne csomagolj össze azt, hogy nekem nem mondják meg, hogy én hogy csináljak, ezt csinálom már 30 éve. Tehát, hogy tényleg van bennük egy ilyen, hogy neki nem mondja meg senki, hogy ő azt hogy csinálja. De 40 éve szakmai múltal kicsit egyébként megértem. Igen, de... Tehát 40 évesen te oda menni, és 40 éve parkettáznál, és jönne valami tejfölszájú 22 éves... Nem mondja de meg. Ugye, nem, hogy nem bírnád elviselni, hogy neked megmondja, hanem van az embernek egy természetes egója, amit te kikéred magadnak, hogy neked nem mondja meg egy 20 éves, hogy hogy kell parkettázni, tehát valahol jogos, nem? Attól, hogy régóta csinálsz valamit, nem feltétlenül igaz, hogy jól csinálod. Ez nálatok bebizonyosodott. Így van, nyugodtan írjátok meg, igazad vagy, Jani, és értjük, hogyan ironikus voltál. Igen. De mi most miért baj, hogy a hullámos a szalagparkett a hétvégén tudsz csúszdázni? Hát igen. Felülsz rá, lecsúszol, fölmész, lecsúszol. Kinyitom az ablakot, behavazódik, aztán a gyerek is tud ródlizni. Ródli. Na tessék, megint elárultam magam. Te végülje. Igen. Tedd már az eszcájgot, ne egyél inkább kézzel. Miért? Tedd már az eszcájgot innen. Anna, te kivel vagy egyébként? Olyanokat írogat itt. Anna? Hát figyelj, olyanokat írogat. Nem leszel olyan helyeken, ahol modern dolgok pörögnek, írja nekem, hogy... Mi van? Témáitok, gyerekek. Prostata, egészséges életmód a múlt héten. Papik, a három papa. Te dumálsz. Miért? Én, figyelj, egy nő más. Most engem vegyünk le, légy szíves. Vegyünk le a térképről. Igen, vegyünk le. Mert ő az üdítő kivétel. Én nő vagyok, most nem rólam van szó, most rólatok van szó. Hát igen, a három papa.
Hát mikor pörögtetek ti az éjszakában? Milyen sztoriaitok vannak? Prosztata, egészséges cicalá, életmód, utifűmaké, jó volt-e, nem volt jó, Jani Kenny a kezét, te prosztata vizsgálatról, és hereviszér, hereviszér hang. És a titokzatos zsibbadás. Megérkezette már a Benny tesója? Miért? Egyébként gyerekek, csak mondom, éjszakai felkelés, prosztata, hereviszér, lábujzsibbadás, és retro nap jövőjét kedden. Tehát erre egy 20 éves azt mondja, hogy figyelj, hát akkor ezt én inkább nem. Tibi bácsival találtuk meg a közös hangot, azt se tudja a hallgató betelefonál nekem, hogy te, Anna, mondd már meg ezt ki. Érted? Hát... Kicsit igazad van. Ez van. Beadtuk a múltkor is adásba Santa Máriát, most már tényleg kellemetlen ez a sztori. Kicsit kezdünk kellemetlenek lenni, ez a helyzet. Klasszik 40-es sztorikat beszélünk meg adásba. Igen, hát, de hát ez valahol meg természetes, hát nem tudtok kibújni a bőrötökből. Hát nem mentek az éjszakába pörögni. Hát de menjünk. De menjünk. Ja, járunk, jó, leülsz egy 8000 forintos vörös bor mellé és iszogatsz. Féljetek, gyerekek, mi belemegyünk az éjszakába, csak éjfélre otthon vagyunk. Hát ez. De mehetünk bele többször is, a műsor érdekében, csak ezt majd otthon be kell adni valahogy. Jani, tudod, hogy belehasít péntek délután 3-kor az éjszakába? Hát én azt tudom. Tudod, mennyire belemegy a péntek éjszakába délután 3-kor? Látom magam, hogy belefut a ködbe. 9-kor már ilyen avokádos szájszéllel, az ölembe porult nachosszal horpasztok a tévé előtt, és fut valami ezerszer átott 82-es zombifilm a tévében. Papperos időnk. Na ezen gondolkodjatok el. És a telefonos vágólányunk se fiatal. Na mehetünk. Igen, az de... egy másik téma, mondtam, nem akarok ebbe belemenni, ez így van. Én nem pörgök az éjszakába, én az éjszaka arca vagyok. Így van. Egy igazi partiarc. Egy attraktív partiarc, igen. Na jó van, jó téma egyébként szerintem, tényleg érdekes, hogy a generációs különbségek milyen feszültségeket szülnek egy-egy munkahelyen. 7:30 múlt pontosan 5 perccel lehet jelentkezni Óven bácsira, Beru nénire, ha valaki szeretne velünk játszani, mi pedig jövünk a hírek után. Hölgyeim és uraim, ez itt a Morning Show a Klassz FM-en. 3:48 múlt 2 perccel, jó reggelt kívánunk mindenkinek. 8 ez? Igen. 8 ez. De várjál, ez a századforduló környékén mondták így, tata. Igen. Nem csak néztem, hogy mit játszott a Szent Zsermán, aztán azért picit elbizonytalanodtam, hogy most nyert a Szent Zsermán, vagy nem. Hogy mi a helyzet. Na, gyerekek. Nem érdekel ez az egész, ami itt van ma. De akkor adjuk a felhozba. Tökre megértem. Rohadt sok gomb, figyelj. Effektek. Nem érdekel ma ez az egész. Hagyjatok békén ma. Az én fejemben parkettázók mennek oda-vissza a szobánkban egy csiszológéppel reggeltől estig. Menjünk haza. Mi van egyszer 8 órakor hazamegyünk? Mi van, leteszünk, és azt mondjuk, ma nem. Ma zenék nem, de arra ugyatok, nem is kész. Zenék és hírek 10-ig. Figyelj, értsetek meg, ma fontosabb dolgok. Ma valahogy minden fontosabb. Nektek is van biztos olyan napotok, amikor más dolgok járnak a fejetekbe, így mint van. Aminek kellene járnia, hogy az esztergálás nem az esztergálásra, a sofőr nem a vezetésre, vagy a mikrobiológus nem a mikrobiologizálásra. Egyre több ilyen napotok lesz, mondjuk ebbe a korba már. Mondjad, Milf. Te dumálsz, aki tegnap már nem jött be dolgozni. Micsoda, nem voltál tegnap. Vérvétele volt. Azért ilyen nagy a szája egyébként, mert az orvos megmondta, hogy hát hölgyem, hát még nincsen semmi gond, ez egy gyönyörű egészséges 50-es test. Egy aljas! Azt mondta, hogy hibátlan, gyönyörű. Azt mondta. Persze, semmit nem mondtak. Megszúrtak, aztán jöttem kifele. Hát de eredmény még nincs. Hát ebben a korban már vigyázni kell az embernek az egészségére. Hát nem. Hát oda kell figyelni. Kötelező egy éves labor, vagy csak úgy, igen? Ez már 2 volt, igen. Már évi 2. Már havi 2. Havi 2. Akkor oda gondolom, meg volt előtte a kötelező egy éves labor is. És a kivető fogsorod nem mozog még? Az meg... Nem, mert rögzítem nagyon jól. Minden reggel rögzítem. Szövegeljetek. Menjetek haza. Pihenjetek. Tikorotokban már vigyázni kell. Megcsinálod te 10-ig, vagy mi? Zsűlelit elketyegünk, Lacival. Na, elketyegünk, ez jó duma egyébként, ez jó, elketyegünk. Elketyegtek itt Mr. Sebességgel? Zsűle? Na, játszunk gyerekek, hát összel ez a játék. Jó, mivel játszunk ilyenkor? Óven bácsival. Óven bácsival és Beru nénivel játszunk már is. Óven bácsi és Beru néni.
Nem gond, ha nem vágod a pároloktatók bináris nyelvét. De ha jó a fület, kitalálhatod, mit dúdolnak a bucka lakók vidám szomszédai. Óven bácsi és Beru néni, a párafarm csalogányai. Egy nagyon helyes SMS jött. Anyósom még most is a tévén kapcsolja ki a készüléket. Reggel megőrülök, amikor hiába nyomkodom a távirányt. Ez jó, ez jó. Én ezt imádom. Régen ugye oda mentél és kinyomtad a videót, a tévét csak úgy kapcsolt ki. Hát ma úgy szereti kikapcsolni. De az most már hol? Oldalt? Vagy alul? Nem is tudom, hogy hol van. A tetej. Nekünk például a tetején van. Ez nagyon szeretem. Ez nagyon cuki ez az SMS. Ma igen. Hát a régi jó dolgok megmaradtak, igen. Nagyon szeretem. A végazatás. Kikapcsolom a tévét, aranyom. De helyes, édesem. Laci, jó reggelt! Hello! Hello, hello! Sziasztok! Szia! Hello, bello! Hello, Bello, az ciki dugó. Ez nagyon, nagyon. Éreztük, hogy fiatalodni akarsz. Gyerekek, most kicsit, az... kicsit úgy érzem, hogy rátörülök a 20 évesekre. Hello, Bello. Mizu arra. Semmi, Demi. Micsoda, semmi, Demi? A Laci, te sem 20 éves aha, vagy. Így van, mi a pálya, merre tekersz? Hát most jelenleg itthon vagyok. Két picivel meg a feleségemmel. Hol van az otthon, merre csöröksz? Győr mellől, vágyok továbbról. Igen, merre verti gyökeret? Győr mellett. Két pici gyerekkel mekkorák? Az egyikük most született, 6. Mikulás hozta, a másikuk meg 3 éve. Gratulálunk. Alszik már, aki most született? Most mindjárt el fog aludni, mert nappal van, éjjel meg egy picit fönn van. Aha, ne, ezt nem akarom tudni, gyerekek. Még van 2-3 napom, aztán... Bizony. Aztán vége, és ezzel nektek is. Így van, még egy rács a börtönön. Az igen, a baj, ez a mi börtönünk is, Jani. Igen, még egy heveder zár az ajtón. Igen, hát szép lesz, gyerekek. Az most a baj, hogyha nekem pontos. Rossz, nektek is rossz lesz. Hát, hogy a melletted lévő zárkában vagyunk a Ferivel. Hogy bírod, Laci, hogy nem tudsz aludni, őszintén? Semmi gond, hála Isten, én alszom, én nem veszem észre, de ha észreveszem, akkor visszaalszom. De milyen magatartás ez? Tessék, föl kellni asszonykádnak segíteni, néha leváltani, hát úgy de könnyű, hogy dolgozni jár. Ki a baj, hát másik, nem alud? Érse, gyerek! Nem tudok aludni. Miért kéne fölkeljen? Hát ő dolgozni hát szóval miért föl kell, gyerekek? Hát viszi a pénzt haza. Én is dolgozom reggel, mégis fölkeltem a Benny, ez mindig. Hát föl kell kelni, gyerekek. Laci, de mit csinálsz? Milyen foglalkozol? Én munkaerőkölcsönzéssel foglalkozom, cégnél vagyok, projektvezető. És ezt így leosztottátok, hogy figyelj, kincsem, én nem vagyok hajlandó éjszaka fölkelni, az a te részed, vagy hogy van ez? Nem, megpróbálunk nappal egymásnak segíteni, amivel lehet, de éjjel azért hagynak aludni, hogy azért nappal tudjak dolgozni. Uh-huh. Tehát éjszaka a párod megy. Így van. Hát igen, nem, az nem egy egyszerű élethelyzet, igen. Nem. Segítek, amiben nem. Tudok, de nem értek semmiért, bocs szíven, most mennem kell. Hidd el szíven, felkelnék, ha hallanám. De olyan jól alszom, hogy egyszerűen nem hallom meg, amikor sír, igen. Jól van, Laci, mutatjuk, mit csinál Óven bácsi Beru néni, figyelj. Rendben. Uh-huh. Mit csinálnak? Esik az eső. Esik az eső. Én most nem hallok semmit belőle. Ezt nem hallod? Nem. Hogy? Tényleg süket vagy. Ha beindult az üzem, mert hogy ugye Óven bácsi és Beru néni párából állított elő vizet. Igen, nagy üzemben állítják elő a párát. Mutatjuk, mit érek el neki, jön egy rövid részlet, figyelj. Ó, hát ez. Hát ezt mindenki tudja. Bizonyám, csak én nem. De már. Itt vagy, Lac? Itt vagyok, igen. Na? Megpróbáljuk még ezt? Hogy nem, mutatjuk, figyelj. Ballag a katona. Az bizony, hát ennyi. Katona. Így van. Kora sláger volt. Igen, meg én még voltam katona. Bizonyám. A mostani 20 évesek tudják egyébként, hogy... Ki az a Szikora Robi? Hát persze, nézik az X. Az utána egyébként. De szerintem ott is az én néhányom voltak, akik azt mondták, hogy de ő ki? Ő ki az a bácsi? Hát szerintem ezt ismerik, ez felcsendül egy-két. Már nem is értik ezt, hogy ballag a katonát, nincs. Azt még igen, a szájába csutora, azt már kevés. De azt már is értek. Utána kellett húglizni, mi? Csutora, szájába csutora. Válom egy telizsák. Lacikám, megvan az ajándékcsomag, ügyes vagy. Köszi. És nem is kellett kivennünk belőle semmit, úgyhogy ez egy... Nagyon köszi. Ez egy szépen telített kis Morning Show-s Klassz FM-es ajándékcsomag lesz neked, jó? Nagyon szépen köszönöm. Köszi a játékot. Kitartás köszi neked. Köszi szépen. Ciao. Köszi. Majd neked is. Kösz. Majd gondolok rátok. Hello. Okay. Hello. Na, itt vagyunk. Hát igen, gyerekek.
Érkezik. Érkezik. Bármelyik nap. Akarsz róla beszélni? Na, mit mondjak róla? Hát az egészet, hogy milyen lelki állapotban, hogy gondolkozol-e azon, hogy mi van most, hogy a négyes felállás lesz egy gyerekkel. Azt nekem mindig is tetszett. Ja. Igen, az már nagyon régen volt. Az egy régi sztori. Azokat nagyon szerettem, csak hát az házasságom előtt volt. Hidd el, tudnék mesélni elég sok mindenről, de hát nem tehetem. Négyes felállás? Igen, hát gondolkozunk rajta. Az, hogy az utolsó hétvégénk volt hárman. Aha. Az utolsó hétvégénk volt. És mindennapos. Megérkezhet bármikor. Tehát az utolsó hét, soha többet nem lesz, hogy hárman vagyunk hétvégén. Ezt így megdöbbentő. Megdöbbentő volt. Egyébként ültünk vasárnapesre az asztalon, és arról beszéltünk, hogy vége. Jövétem vasárnap valószínű már meg lesz. Egy kicsit is szomorúan mondtátok a Bennének is, hogy vége. Igen, aztán jól elfelekeltük, és letettük aludni. Büdös körök, menj a szobárba. Nem érted, most voltunk hárman. Menj a szobárba, ketten akarunk lenni anyáta. Nem, mert nem csak úgy megállapítottuk, hogy igen, valószínű, hogy vége. Hát ez nem egy könnyű időszak szerintem, ilyenkor az első pár hét. De hát majd meglátjuk, úgyis érezni fogjátok. Az de, biztos, hát, hála Istennek lesz másrét, Szabin. Szörnyű idők jönnek rátok is, gyerekek. Bejövök, belerugok itt két székbe, morgok kettőt köszönés helyett, leülök és nyitott szemmel alszom. Ledöltsz a kanapére. Azt majd érezni fogjátok. Ferivel egymás mellett, megint nem aludt. Megint nem aludt a gyerek. Hát igen. Aludni fog. A másodika mindig könnyebb. Igen? Hát igen, ezt szokták egyébként mondani. Figyelj, fele vagytok vérteződve mindenféle tapasztalatokkal. Az biztos. Aha. Így van, sokkal lazábban fogjátok fel szerintem, mint az elsőt, teljesen értelemszerűen. Úgyhogy szerintem könnyebb lesz. A nevét már eldöntöttétek? Mikor tudjuk meg, és honnan? Károly. Jó? Kis Karcsika. Most Karcs. Sebestyén Karcsi. Tök jó, Karika. Még nincs, még van kettő között vacilálunk, úgyhogy még a Sanyi nem meg tudjuk. A Sanyi meg a Karcsi. Aha. Mert az a Karcsit azt lehet karizni, és úgyis karácsony van, tudod, Karika. Karifa. Na? Karifa? Kari. Ezeket sosem ment. Miért? ne csinálj, ne menj olyan mezőre, ahol alattad főrobbannak a bombák. De nem. Ugye nem kell hallgatnunk majd egy olyan spotot itt a rádióban, hogy és a Vöröstő lapszából megtudhatják, hogy mi lesz. Sebestyé Balázs második kisfiának a keresztneve. Az újságosok rá holnap. Borsa, több kell a valaminél. Igen. A minden levelé. Keres az újságosokra. Na. 3 perc, pontosan 8 óra jövünk a legfrissebb hírek után. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora Sebestyén Balázssal, Rákóczi Ferivel és Vadon Janival. Itt a Klassz FM-en. 4:09 lesz pontosan, 3 perc múlva jó reggelt kívánunk mindenkinek, itt vagyunk, és folytatjuk a műsort. Hát ez sem ma volt már. Hogy? Ez az Inexis szám. Hát nem, gyerekek, nem, igen. De jó, egyébként. Van, aki egyébként egy ilyen dalra is ilyen újként csodálkozik rá, szerintem. Jó, ez jó kis dal. Elég rettenetesen régi. Igen, 3-as koccanás a Flóriánnál, az Árpád hídra felhajtón, Csaba küldte nekünk, emiatt is óriási a dugó. Zsámbék és Págy között nagy a köd, 30-40 méteres a látótávolság, Zserár üzeni nekünk. Nyárát belterületén trafipax, mind a két irányban Pisti üzeni, és frontális baleset a Bécsi úton a vasúti átjárónál, ugye ott van az orosz laktanyánál, vagy a régi orosz laktanyánál, most helyszínelnek, úgyhogy aki a 10-es úton szeretne bejutni, az készüljön arra, hogy hatalmas a dugó, a szokásosnál is jóval nagyobb, ha átjuttok a baleseten, akkor már kicsit egyszerűbb lesz majd a helyzet. Mindenki erre kerül, mi van a 10-es úton állunk, kérdezi Moncsi is. Igen, hát a 10-es úton két baleset is van, úgyhogy emiatt áldogáltok, de kitartás. M3-as Gyöngyösnél Nyíregyháza felé kocsi az oldalán, Gépes Ganor küldte ezt nekünk, köszönjük szépen, és Veszprém és Pápa között szintén óriási a köd, és kicsi a látótávolság, úgyhogy menjetek ott is óvatosan. Na mond.
Beszéltünk reggel Kulcsár Edináról, ugye? Igen. A Feri hozta szóba nagyon helyesen, mert hogy büszkék vagyunk a Miss Universe versenyen elért. Word, nem tudom követni én se, de hát, hogy minden idők legjobb helyezését ért el. Most találtam egy képet az édesanyjától is, vagy ról is, hát nem esett messze az a fájától. Aha. Tehát a mama is indulhatna még egy karikára. Hát mutat, fordítsa csak ide, fiam, a monitor. Aha, bizonyám. Igen, mama hát nem van. Így van. Ami szép, az szép. Ne legyünk irigyek, és ugye van akkor ezek szerint 35 fölött is élet. Nem tudom, mennyi a mama, de... Igen, egyébként mama tényleg rendben van. Zajlik egy fotópályázat a morningshow.hu-n, aki szeretne benevezni és megnyerni az 50 ezer forintos fődíjat, az kattintson. Aki pedig szeretne csak szimplán jól szórakozni és megnézni a feltöltött fotókat, az is menjen egészen nyugodtan. Hát elképesztő pályaművek vannak, ugye így készültök ki ti. Ez a fotópályázat neve, és várunk olyan fotókat, ami arról árulkodik, hogy készültök az ünnepekre, mit csinál a nagyi, mit csinál a gyerek, mit csinálnak az unokák, kifaragja a fát, vicces képeket, pillanatokat kell megörökíteni, és ezeket feltölteni a morningshow.hu-ra. Januárban majd lezárjuk a szavazást, folyamatosan lehet szavazni. Ti döntitek el, hogy kit lájkoltok, kit szerettek, akinek a képe a legtöbb lájkot kapja, az megnyeri a fődíjat. Morning Show ajándékcsomag 50 ezer forint, második helyünk is lesz, harmadik helyünk is lesz. És hát érdemes képeket feltölteni. Ha pedig nem tudtok, vagy nem akartok, akkor csak megnézni ezeket a képeket. Vannak tényleg nem szórakoztató. Egyre durvább képek érkeznek egyébként, nem tudom, hogy ebből... Ha még meg már semmi közünk nincsen a karácsonyhoz, de igen, nagyon viccesek. Nagyon vicces képek vannak, úgyhogy nyugodtan menjetek a morningshow.hu-ra. 50 rugó, azért az jól jön. Az első helyezetnek, de a második helyezet is kap egy felturbozott ajándékcsomagot, sőt, mi több, még a harmadik helyezetet is. A decemberi kiköltekezés után januárban nagyon jól fog jönni az a kis pénz, úgyhogy érdemes pályázni, tényleg. Így van. Na, tegnap már hallható volt a hírekben az a bizonyos Sydney túszejtés, ami ugye hát megdöbbentő, ugyanakkor az ember erre felkészült, és mondták is, hogy egyre több ilyen támadás lesz. Tulajdonképpen test közelből élhették át az ausztrálok, pontosabban ugye akik Sydneyben laknak, hogy milyen, amikor a közvetlen környezetükben lezajlik egy túszdráma. Most a legfrissebb hírek szerint maga az elkövető is meghalt, legalábbis a rendőrség ilyen híreket közölt, sajnos egyébként civil áldozatok is vannak. És ugye az eset megdöbbentő, nem mintha mi veszélyeztetettek lennénk, de ilyenkor ugye az ember elgondolkodik, hogy egyrészt mit csinálnál, ha te ilyen helyzetbe kerülnél, kettő, hogy milyen jó megoldás, mit tudsz ilyenkor csinálni, egyáltalán hogy zajlik egy ilyen túsztárgyalás, mi a fontos ilyenkor nyilván a túszok élete, ki jön tárgyalni, hogy tárgyal, mit kell mondani, és mi civilek, ha akár ilyen helyzetbe kerülünk, vagy ott vagyunk a közelben, akkor mit tudunk csinálni. Hosszú órákon keresztül tegnap közvetítették élőben ezt a túszdrámát, megdöbbentő képek voltak. Azért döbbenet, ráadásul, vagy leginkább az első döbbenet az volt ugye, hogy Ausztrália. Igen. Tehát, hogy ott nem számítottak erre szerintem az ottani lakosok. De abszolút fent vannak a térképen. Sajnos igen. Igen. Hát ugye Nógrádi György a téma legjelesebb hazai szakértője is ugye vázolt azoknak az országoknak a nevét. Most reggel hallottuk pont itt a Klassz FM-en, akik potenciális célpontnak számítanak az iszlám szélsőségesek számára, és sajnos Ausztrália is egyértelműen köztük van. Hál' Istennek Magyarországot nem mondta. Igen. Egy iráni menekült volt egyébként, iszlamista férfi, 16 órán keresztül tartotta fogva a túszokat, gyerekek. Hát ez egész egyszerűen elképesztő, és tegnap láttam élő képeket, pont azt mutatták, amikor ketten vagy hárman kiszöktek, kirohantak. Mert valahogy valamilyen gazdasági bejáraton keresztül ők kijátszották a túszejtőt, és ki tudtak szökni. És ők kiszaladtak. Ez egy kávézó volt? Ez egy kávézó, igen, és a megdöbbentő az egészben az volt, hogy ugye feltartatott a túszokkal egy zászlót, amit két élő embernek a kirakatva felnyomra kellett tartani, pontosan azért, hogy közben mesterlövészek ne is nagyon tudják őt kilőni. És azt hiszem, én olyan képet láttam, a két lány, szegénykéim, ugye tartják ezt a zászlót, amin valamilyen idézet volt a Koránból, igen. És van egy hallgatónk, aki egyébként Ausztráliában van, hallgat minket, és tud egy-két friss dolgot mondani talán erről az ügyről. Itt van velünk Nóra. Hello Nóra, jó reggelt! Sziasztok, jó reggelt! Szia! Hello! Te Sydneyben élsz? Igen, Sydneyben élünk, igen. Mióta vagytok kint Ausztráliában? Hát most már másfél éve mondhatom talán. Igen, másfél éve. Mit csináltok kint? Nekem itt lakik a férjem, és akkor én miatt költöztem ki tavaly augusztusba. Úgyhogy most jelenleg tanulok, meg dolgozok,
Úgyhogy éljük a nyugis életünket, most már nem annyira nyugis. Igen, most már nem. Ez megtört. Igen. Ott voltál a közelben, vagy te is a tévében láttad, hogy úristen, mi történik a városotokban? Szerencsére nem voltam bent, egyébként ez pont érdekes volt, mert én így is fél hónapig a nem messze ettől a helytől jártam egy angol kurzusra, de szerencsére múlt téteken befejeződött, úgyhogy most hétfőn nem voltam ott, úgyhogy ez nagyon szerencsésen alakult számomra. De tévéből hallottuk, illetve mindenhonnan mindenki teljesen le volt döbbenve, és így mindenki erről beszélt, úgyhogy nem tudtad kikerülni. Tehát az is előfordulhatott volna, hogy te mondjuk a kurzus után kijössz és beülsz ebbe a kávézóba? Mi ezt minden nap megtettük gyakorlatilag osztálytársakkal, barátnőkkel. Ott voltunk nem messze, ezt mondjuk emlően pont a családom nem hallgatja, mert tegnap napom arról szólt, hogy megnyugtattam őket. Igen, közelben voltunk azért nagyon sűrűn, illetve tehát ez az a része Sydneynek, ahol mindenki programokat szervez, ott találkoznak az emberek, üzleti megbeszélések, hát nyilván nem hiába. Hát nyilván nem véletlenül oda ment, igen. Igen. Így van, így van. Most azt halljuk, legalábbis azt írják, hogy ugye végül is megtörtént maga a behatolás, ahol őt is lelőtték, ez így van? Így van, igen. Sikerült végül is behatolniuk, hát egy 17 óra után sikerült hajnal 2 körül, amikor már fáradt, én úgy olvastam, meg úgy hallottam, hogy megpróbálták megvárni azt az időpontot, amikor már ő is fárad, viszont sajnos meghallottak egy lövést, és akkor mentek be, és akkor már végül is az egyik túsz, én úgy tudom, halott volt. Igen, azt hiszem, az üzletvezetője szegény, és egy ügyvédnő, aki meghalt a tűz drámában, igen, tehát ketten tulajdonképpen, igen, illetve maga a túszejtő. Igen, ez úgy történt állítólag, mert ugye nyilván nem tudom is konkrétumot, hogy két csoportra osztotta a túszokat, és az egyik csoport, én úgy tudom, hogy korábban ki is bírt szabadulni, ez teljesen homályos, hogy végül is kiengedte, vagy kiszöktek. A lényeg az, hogy a második csoportban volt ez a menedzser, aki végül sajnos életét vesztette, és ő, amikor látta, hogy ez a férfi elaludt, vagy legalábbis így megpihent egy picit, akkor így ráugrott, és akkor történt a lövés, és ott vesztette el az életét, azt én úgy tudom. És utána mentek be a rendőrök, és utána kezdődött a tűzpárbaj. Igen, mi is úgy olvastuk, hogy megpróbálta lefegyverezni a túszejtőt, és akkor érte a halálos lövés. Igen, sajnos. Hát gondolom, egész Sydneyt megrázta a dolog, nem? Mindenki gyászol, teljesen ez itt. Nyilván fel voltunk készülve, mert szeptemberben meg is emelték egyébként a valószínűségét annak, hogy terrorveszély van itt Ausztráliában most már. De hát azért ez megrázott mindenkit, azért ez nyugis, teljesen csendes város, meg ország. Mindenki gyászol. Most az a terület, ahol maga ez a kávézó van, teljesen le van zárva, hatalmas tömeg van, virágok mindenhol, mindenki sír, mindenki erről beszél, tehát mindenki gyászol, le van sújtva mindenki. Hát igen, maga a háború is nyilván szörnyű, de amikor civil áldozatok vannak, vagy túszok, hát nyilván az a legszörnyűbb, amikor teljesen ártatlan embereket, csak belekeverednek valakinek a saját személyes harcába, identitásába, és egyszerűen csak ott vagy a kellős közepén. És azért beszélünk mi is erről, és nem sokára fejük a TECFÖ főigazgatóját is, hogy mondja el, hogy mi történik ebben a helyzetben, mert hogy az ember tényleg nem tudja, hogyha külföldön van, akkor most már bármelyik pillanatban ez a dolog szinte a világ bármely pontján megtörténhet, és áldozat lehetsz, túsz lehetsz, tehát hogy olyan szinten test közelben van a dolog, ami egész egyszerűen dermesztő. Pontosan ez egyébként félemlített meg mindenkit, hogy itt van a karácsonyi szezon, itt van az új év, itt a Sydneyben az új év az hatalmas nagy esemény, mindenki kimegy, mindenki egy helyen van, nézzük a tűzi játékot, és most 10 emberből 9 azt mondta, hogy most jelenleg nem merte meg bemenni, mert bár egy egyéni akció volt, úgy néz ki, mégis az elején egyébként bombatámadással fenyegetett, és egyébként evakuálták az egész operaházat, a főbb helyeket, és nagyon sokáig ugye mindenki meg volt ijedve, és most én úgy hallottam, és ez egyébként a saját véleményünk is, hogy a biztonság kedvéért azért most ezeket az eseményeket, meg helyeket kerüljük. Hát és sajnos így érik el a céljukat, ugye? Tehát bizony. Tulajdonképpen pont erről szól. Igen, nyilván ez volt a cél. A megfélemlítés, igen. Hát, igen, kemény ez. Te mit csinálsz egyébként? Tudom, hogy a férjeddel vagy kint, de te dolgozol kint, Nóra, csinálsz valamit? Igen, idősekkel dolgozok jelenleg. Még most fejlesztem az angolomat egyelőre, amire ez a tegnapi nap nagyon jó volt, mert ültünk a tévé előtt 20 órát szerintem. De igen, egyelőre idősekkel dolgozom, és hát a tervben van az, hogy itt is kialakítsam
a normális életemet, ami otthon volt korábban. Uh-huh. Egyébként egy élhető hely, azt gondolja az ember, nem? Hogy jó, kellemes, hát gyönyörű, élhető. Nagyon jó. Mindegy, nyilván mindezek nagyon ellenére, jó, abszolút, persze. Igen. Igen. Szerethető nagyon, pláne most nyárban. Hát, ja, tényleg, hát már most nálatok ott van jó idő. Nóra, köszönjük szépen, hogy ezeket elmondtad, vigyázz magadra, jó? És, szépen. És örülünk, hogy beszéltünk. Köszönjük szépen, ciao. Én is örültem, sziasztok. Hello, köszönjük szépen. Tényleg, hát milyen elképesztő dolog, ugye? Most történt nem is olyan régen annak a tanárnőnek az esete, két iker fiú várta a kávézóban. Ugye? Hát ez az, hogy tényleg nem tudod, hogy melyik sarkon, hol, mikor kifordul be, akinek van valami olyan gondolata, hogy egyszerűen most vagy fölrobbantja a buszt, vagy lemegy a metróba, vagy csak három embernek a fejéhez kést fog. Tehát elképesztő. Nem hogy is tudsz felkészülni. Igen, hát a Dubai vagy Abu Dhabi, nem is tudom, hogy hol történt maga az eset. Mi mindegy is tudod, az így szörnyű. Ja. Tehát ezt így elolvasod. Igen, és a magyar tanárnő kiment. A magyar tanárnő, ugye? Igen, egy vallási fanatikus utána ment és megkéselte. Igen. Na, felhívjuk a TEK főigazgatóját, hogy elmondja, hogy ilyenkor mi a protokoll. Nyilván arra is kíváncsiak vagyunk, hogy mit tud az ember ilyenkor csinálni, ha bent van, sok minden nem. Tehát nyilván lefektetik a földre és imádkozik, hogy kiusson. De mégis hogy zajlik egy ilyen túsztárgyalás? Ki az, aki tárgyal? Mikor döntik el, hogy bemennek, nem várnak tovább? Hogy bizonytalanítják el, milyen tárgyalás technikák vannak, már ami elmondható, ki dönt arról, hogy kilövik vagy bemennek. Belekalkulálnak-e civil áldozatokat a bemenetelbe, és van egy leírható mennyiség, most bocsánat idézőjelesen, de így van, hogy lehet, hogy lesz két halálos áldozat, de mégis azt hiszük, hogy mondjuk 20-an kijönnek közben. Mi a célra vezető viselkedés, hogyha túlszul ejtenek? Hát igen, ott szerintem sok most minden nincsen, de megkérdezzük persze. Azelőtt, hogy beszélnénk veled, mit csinálnátok? Semmit veri. Hát semmit. Miért feni? Persze. Fekszel a földre, mondok, semmit. Hát összetoljod magad, lefekszel a földre, azért imádkozol, és megpróbálsz egy SMS-t elküldeni a családodnak, hogy szereted őket, de még az se biztos, nem tudom. Hát szerintem most, semmit. Most ez a konkrét eset is felvet olyan kérdéseket, mint például azt, hogy nyilván itt a menedzser esetében sajnos tragédiával végződött ez a dolog, de hogy helyes út-e az, hogy mondjuk megpróbálod elvenni a túszétőtől a fegyverét. Vagy például ott vannak azok, akik kiszöktek a boltból. Engem az is érdekelne, hogy mennyire veszélyezteted azzal a többieket. Ez azért teoretikus, mert van az életösztön. Tehát, hogy azt meg nem írja felül semmire, meg a legerősebb ösztönkör. Tehát szerintem itt a racionális gondolkodás effektíven megszűnik. Én nem biztos, hogy azért ugrott rá az emberre, mert látott valamit, egyszerűen az ösztöne, az élet ösztöne azt mondta, hogy így élheti túl. Ha te kifordulsz egy gazdasági bejáron, te azon biztos, hogy nem gondolkozol, hogy mi van a többivel, azon gondolkozol, hogy te kiussál. Mert a legerősebb ösztönkör hajt, az pedig az élet ösztön. Tehát itt szerintem ilyen típusú gondolkodás nincs, hogy a túsz átgondolja, hogy jaj, ha én kifutok, mi lesz azzal, semmi. Magaddal foglalkozol, meg nyilván azokkal, akik ott vannak veled. Tehát nem tudsz arra gondolni, hogy velük mi lesz. Mented a saját életedet, mert élni akarsz. Tehát, hogy ez itt ebben a helyzetben szerintem ennyire egyszerű. De amikor lefegyverzi, vagy megpróbálta lefegyverezni a túszejtőt, akkor azért abba bele kellett gondolnia, hogy éppen akkor egy teljesen passzív helyzetben volt az ember. Igazából abban a pillanatban itt direkt veszélyben, közvetlen veszélyben nem voltak. Sok hatás alatt vagy túszul veszélybe sodorja az összes többi embert, akiket effektíven meg akart védeni azzal, hogy lefegyverzi az embert. Értem, de nem elvárható, hogy tiszta gondolkodás. Sok hatás alatt vagy, halálfélelmed van, nem tudsz racionálisan gondolkodni, és abban vele gondolni, hogy jaj, ha én most ráugrom, mi lesz a többivel? Hát ez nem egy elvárható gondolkodás szerintem, nem ezen gondolkozol. De ugye megkérdezzük a TEK főigazgatóját, aki már itt is van velünk. Hajdú János, jó reggelt kívánunk! Jó reggelt kívánok! Jó reggelt! Tudom, hogy nálatok nagyon szigorú szabályok vannak, mi mégis azonban sokszor tegeződünk. Lehet kivételt tenni velünk, János, hogy tegeződjünk? Olyan nehéz a magázódási forma, mi mindenkivel ezt megtesszük. Megengeded ezt nekünk? Abszolút. Jaj, de jó! Na, köszönjük szépen, nagyon köszönjük. Drága vagy. Na, kezdjük akkor azzal, amit Jani felvetett, bár nem hiszem, hogy igen, lehet itt racionálisan gondolkodni, de ha az ember mondjuk ilyen helyzetbe kerül, mi a legjobb, mint túsz? Mit csináljon? Nyilván együttműködjön, gondoljuk mi. Hát először is az a legjobb, ha semmit nem csinál. Semmit nem csinál. Igen, tehát nyilván vannak utasítások az elkövető részéről, amit azért célszerű betartani, mert hogyha úgy történnek bent a dolgok, ahogy a túszejtő szeretné, akkor vélhetően elkerülhető, vagy legalábbis elodázható az a fajta mészárlás, amit akár ő is megkezdett bent, nyilván miután megtámadták, ha így történt egyáltalán, illetve más esetekben megkezdtek a túszejtők. Plusz nektek gondolom én, hogy ha van bent egy olyan túsz, aki elkezd ott saját akciót csinálni, az a ti dolgotokat megnehezíti, ugye? Mert van egy viszonylag kiszámítható túszejtői viselkedés, ha ott még egy túsz bent elkezdenek bekavarni, az nektek nehezebb.
Hát először is beindítja az egész mechanizmus. Tehát nem biztos, hogy az egység erre felkészült abban a pillanatban. Ez lehet, hogy az első percekben a megérkezés után megtörténik. Nyilván nincs összehangolva a benti túszokkal a túszfelszámolóknak, vagy az esetfelszámolóknak a munkája, úgyhogy abszolút megnehezíti. Ti ezt gyakoroljátok? Tehát szimuláltok ilyen helyzeteket, amikor valakik bent vannak, van egy túsz ejtő, és ti vagytok kint, tehát a behatolástól kezdve a protokoll lefutatásán keresztül ti ezekre felkészültök, vagy gyakoroljátok ezeket a helyzeteket? Reggeltől estig ilyeneket szimulálunk, ezzel foglalkozunk tulajdonképpen 24 órában, igen. Mi a protokoll ilyenkor? Tehát kaptok egy hírt, mondjuk, hogy a Moszkva téren valaki, ne adj Isten, mondjuk túsz ejtett egy bankban. Oké, megérkezik a rendőrség. Ti tárgyaltok, vagy közületek tárgyal valaki? Vagy addigra, mire ti oda mentek, valaki már ezt elkezdi? Nagy valószínűséggel igen. Ezt a rendőrség, mivel tekintettel, hogy ő van kint a területen, járőrszolgálatot végeznek, jó eséllyel ők lesznek, akik először odaérkeznek, fel is veszik a kapcsolatot, meg is tették eddig mindig. És utána pedig hát van egy döntés a megérkezésünk után, hogy a túsztárgyaló átveszi-e ezt a fajta kommunikációt, vagy meghagyja a rendőrnek, attól függ, hogy milyen a nexus, mit sikerült kialakítani a rendőrnek, de nyilván már akkor a mi irányításunk mellett az is lehet, hogy kiváltjuk és a mi tárgyalónkkal folytatjuk. De ha ő mondjuk kvázi összebarátkozott, vagy egy jó hangnemet megtalált a túszejtővel, akkor marad ő a tárgyaló, és ti megmondjátok a fülére, hogy mit kell csinálni. Jól értem? Abszolút, de nézd, ennek az egésznek az a lényege, amikor beszélgetünk, teljesen mindegy, hogy ki beszélget, az a lényeg, hogy valahogy megpróbáljuk meggyőzni arról, hogy mindenki életbe hazamenjen, ő is, a túszok is, és nyilván a rendőreink is. Ez a tél, hogy ezt kéri el, mi vagy a rendőr, vagy egy postás, teljesen mindegy. A szökési kísérlet, illetve hát itt nem kísérletről van szó, mert hogy többen meg is szöktek, mi a véleményed? Hát én nem tudom, hogy megszöktek-e, vagy kiengedték őket. Elményekben megszöktek. Hát tételezzük fel, hogy megszöktek, ezek nyilván sajtóhírek, nem láttam még rendőrség elemzést az esetről. Jó, akkor tételezzük fel. Tételezzük fel, persze. Ha megszöktek, jól tették azt, hogy megszöktek, és utána pedig kimenekültek, és a rendőröknek a lehető legtöbb információt átadták. Nem is tud más tenni ilyen esetben az ember. Nagyon-nagyon jól mondtátok az előbb, az életösztön vezérli őket. Semmi más, életbe akar maradni, látja azt a minimális utat, amikor és ahol kimehet, és innentől azt még tudni kell, hogy az embernek ilyenkor csak kimondottan ezek a nagy mozgások működnek, az ugrás, a menekülés, a futás, tehát a finom motoros mozgások ekkora pózus számnál, mint amiben ők ott ülnek, ezek nem működnek, csak az élet ösztön, ezt nagyon jól mondtátok, ez így is van külön. Ki dönt arról, hogy ti bementek, vagy kilövitek, tehát ezt a döntést ki hozza meg? Hogy mi a teendő, mondjuk nyílik egy lövési lehetőség ablakon keresztül, vagy úgy döntöttök, hogy nem vártok tovább, bementek, arról ki dönt? A helyszínen van mindig egy irányító parancsnok, és annak a döntése ez. Nyilván rengeteg körülményt figyelembe kell venni, el sem tudom mondani, hogy mennyi mindent, és az adott helyzet az mindig más. Minden egyes helyzetben, ahol eddig voltunk, ahol tenni kellett a dolgunkat, az mindig más volt. De kint van egy döntés irányító parancsnok, egy döntés képes parancsnok, aki ezt meghozza, ezt a döntést. És van ilyen példa, hogy tényleg megvárjátok, amíg fárad? Tehát, hogy az egy elképzelhető protokoll, csak hogy egy-két szakmai titokba is belelássunk, hogy legyen egy-két konkrétum, hogy mondjuk nem hagyjátok aludni, folyamatosan beszélgettek vele, fárasztjátok, hogy hibázzon. Tehát ez egy bevett szokás, mert ugye Ausztráliában is most az volt állítólag, azért vártak 17 órát, hogy elfáradjon. Nem biztos, hogy jó, ha fárad, azért azt hozzá kell, hogy tennem. Ha fárad, akkor az ő reakció is kiszámíthatatlanok. Uh-huh. Pillanatok alatt fordulhat át egy olyanba, hogy meggondolatlanul kivégez egy túszt, vagy valamilyen szintű cselekményt csinál, amiből gond lehet. Úgyhogy ez nem feltétlenül egy taktika, ez inkább ilyen filmszerű a kifárasztás. Én nem feltétlenül dolgozom arra egy ilyen ügyben, hogy fárasztak embereket. Inkább arra, hogy abba az irányba el tudjuk vinni, hogy belássa, hogy ennek semmi esélye, és nem is tudja megúszni, és különben nem is. Neked volt ilyen konkrét eseted? Azt mondtad, hogy nem is nagyon dolgozol ebbe az irányba. Tehát te tárgyaltál már valakinek, így néztél a szemébe, aki mondjuk bent volt? Én nem vagyok túsztárgyaló, erre szakemberek vannak itt a tech-ben, akik ezt nagyon jól csinálják. Nagyon eredményesen azt is mondhatom, hogy ha nem is napi, de heti szinten majdnem biztos, hogy hívják őket a mentősök, rendőrök, tűzoltók ide-oda. Úgyhogy dolgoznak a kollégáink. Én élvezettel nézem őket, és meg fogok tanulni tőlük minél többet, mert nagyon szép szakma. Komoly dolog, elismerés nekik. Azt a döntést nagyon nehéz meghozni, amikor azt mondjátok, hogy sajnos két ártatlan túsz életébe fog kerülni az, hogy még 20 megmeneküljön? Az egy szörnyű pillanat lehet így külső szemlélőként. Tehát tudod, hogy csak akkor tudjuk megakadályozni azt, hogy 22-en haljanak meg, ha ketten meg fognak halni.
Hadd mondjak egy nagyon furcsa dolgot, ami hát nyilván meg fogja osztani a hallgatókat is, de sajnos az igazság az ez. A minden egyes túsz mentésnél, és mondjunk számokat, hogyha 10 darab túsz van bent, akkor az nekem potenciálisan az 10 halott. És hogyha én ebből egyet vissza tudok hozni, akkor ez egy sikeres művelet. Ha 10-et, akkor nyilván egy teljesen sikeres művelet, de ha csak egyet meg tudok menteni, akkor azt fogom mondani, hogy sikerült ez az akció, és egy embert meg tudtam menteni. Hisz aki bent van túszejtő, amennyiben egy komoly, elszánt, felfegyverkezett túszejtőről van szó, akkor ő meg fogja próbálni megölni őket, és mivel helyzeti előnyben van, ezért nagy az esély rá, hogy ezt meg is fogja tudni tenni. Nyilván mindent elkövetünk annak érdekében, hogy ez ne ez történjen meg, de sajnos az igazság az ez. A tárgyalás az meddig tart? Az első halottig? Nem. A tárgyalás az addig tart, amíg a túszejtővel meg nem tudunk egyezni, és nem tudjuk egy olyan helyzetbe hozni őt, akár kényszeríteni, akár hozni, hogy belássa azt, hogy ennek nincs esélye, nem is lesz jövője ennek a túlszejtésnek, és mondjuk elengedje, vagy elálljon az egész szándék. Tehát elengedje a túlszokat, hogy elálljon. Jó, akkor másképp kérdezem, hogy mikor döntötök a behatolás a fegyveres akció mellett? Hát szerintem engedd meg, hogy ebben a részében nem menjek bele. Értem a kérdést abszolút, és azt is értem, hogy mit szeretnél hallani, de itt már egy olyan fúziós munkáról van szó a tárgyaló és a behatoló csoport között, amiről én nem szeretnék itt most beszélni. De akkor ez azt jelenti tulajdonképpen, hogy ha az ember túlszulejtik, akkor azok, akik szabadítják, azok potenciálisan úgy számolnak vele, hogy ő már nem él. Nem. Ezt az előbbi hasonlatot neked ezzel a tíz... De én nagyon értem, és abszolút igazad van, és én értem, hogy miért mondod, nem kiforgatva, csak gondolkozván, hogy ugye ez a racionalitás, tehát hogy, és értem, hogy azt mondtad, hogy ha kettőt kihoztok, az már nagyon szerencse, hiszen ő van bent, és az ő fejéhez fognak fegyvert. Tehát én ezt értem, de tulajdonképpen akkor hát ez az igazság, nem? Hát nézd, ez az igazság, de mindenféleképp meg fogunk tenni mindent. Hogyne, persze, abszolút. És értem én azt is, hogy mit kérdezel meg, hogy nekem mit kellene válaszolnom, csak nagyon nehéz területen mozgunk most, ahol valóban úgy tudnánk beszélni, hogy nem a rádió nyilvánosság előtt, és akkor el tudom mondani, hogy hogyan működik egy ilyen dolog. Talán jobban megérthető lenne, de nem adnék helyzeti előnyt senkinek, aki ilyenekbe törje a fejét. Úgyhogy vannak olyan dolgok, amiről nem fog tudni beszélni, én hazudni nem fogok. Ezért azt mondom, hogy erről most nem fog tudni beszélgetni. Ennyire szakmai részéről a dolog. Hát ezt értem nyilván, tehát, hogy ne az legyen, hogy valaki mondjuk nyilván ezt hallja, és fél évben, hogy ilyen helyzetbe kerül, akkor tudja, hogy ti mit léptek, vagy ne legyen oda nyilván a helyzeti előny. Igen, hát nyilván ez egy külön szakma persze. Nézd, hogyha figyelted az elmúlt években a Technek a filmjeit, az elmúlt 4 évben megszűntek azok a fajta a híradóban sugárzott részletek, amikor szigorúan taktikát bemutatva fogják el. Én nagyon-nagyon küzdök ez ellen most már 4 éve, nem tartottak nyilvános bemutatókat sehol. Rájöttünk ugyanis 2010 körül, hogy ezt mások is figyelik, sőt másolják. Azért vannak itt olyan nem teljesen legális kiképzések Magyarországon, ahol ezeket a taktikákat szeretnék átvenni, és nyilván lemásolni. Épp ezért a médiában sem mutatunk be olyat, amikor taktikát hajt végre az egység, szigorú és mondjuk azt, hogy titkos taktikát, hanem már csak a végeredményt látják az emberek, és bemutatók sincsenek. Ez nem véletlenül van így. Igen, annyiban azon gondolkoztok, hogy potenciálisan mennyi az esélye, hogy egy hasonló helyzet megtörténjen, mint ami Sydneyben történt. Úgy értem, hogy mennyire vagyunk fent ezen a bizonyos térképen szerinted, vagy szerintetek? Nézd, én azt mondom, hogy Magyarország egy biztonságos ország, továbbra is el tudom mondani, de eltekinteni ettől, józanul azt kijelenteni, hogy itt nálunk ilyen nem történik meg, nem lehet. Már csak azért sem, mert hasonlók nyilván történtek meg. Sajnos nem kapott ekkora nyilvánosságot, nyilván ennek több minden miatt is kapott az ekkora nyilvánosságot, de sajnos történnek ilyenek, nálunk is történnek az országban hasonlóak, de én azt gondolom, hogy ha történik ilyen, akkor pont úgy, mint Ausztráliában, ma mindenhol fel vannak erre készülve, nincs olyan ország, amelyik kevésbé veszélyeztet, lásd Norvégia. Ugye ott egy béke szigete volt, és mégis megtörtént. Teljesen váratlanul, igen, egyébként, igen. Igen. Úgyhogy azt gondolom, hogy erre lehet, hogy egy ablakon kidobott pénznek tűnik, de ha erre ma nem kész bármely országnak a belügyminisztérium, a rendvédelmi szerve, akkor nagyon-nagyon rosszul járhatnak. János, köszönjük szépen, ez érdekes. Az, amiről beszéltünk, igen, és hát sajnos tényleg test közelben van, tehát az ember nem is nagyon tud ezzel mit csinálni. Köszönjük szépen, jó munkát nektek! Köszönöm a lehetőséget! Köszönjük szépen, Hajdú Jánossal beszélgettünk, a TEK főigazgatójával. Köszönjük szépen, ciao. Köszönjük!
Érdekes, hát, ugye? Igen, igen, és hát az is azért tanulságos volt itt ez a végszó, hogy ugye a norvég például kiindul, vagy akár mondjuk a 70-es évek elején Balassagyarmaton is volt túszejtés, tehát hogy ezek megmutatják ezek a példák, hogy nem kell feltétlenül egy iszlám terroristára várni idézőjelben ahhoz, hogy itt túszokat ejtsenek. Igen, 8:30 múlt, pontosan 8 perccel jövünk a hírei után. Hölgyeim és uraim! Ez itt a Morning Show a Klassz FM-en. 10 perc múlva pontosan 9 óra, jó reggelt kívánunk mindenkinek. 33-as úton van egy trafiporosztó előtt, ezt Heci küldte nekünk, valamint az M3-as bevezető beállt. A Szerencs utca után végig lépésbe lehet csak menni, nincs baleset, csak sok autó, ezt Peti küldte nekünk. Köszönjük szépen. Trafi Várpalotán, a Veszprém felől érkezőket mérik, és Bagot belterületén szintén mérnek a rendőrei. Ez Zala megye. Danesz küldte nekünk, valamint Kékgolyó Istehegyi út kereszteződésében busz ütközött személygépkocsival. A forgalom egy sávon halad rendőri segítséggel, de van vele baj. Ezt Kató küldte nekünk. Köszönjük szépen. Na, jól beszélt János, nem? Jó, érdekes dolgokat mondott, ugye itt a túlszejtésről beszélgettünk a TEK főigazgatójával. Most pedig játszunk, itt van a játékosunk, és hármasugrást játszunk már is. Hármasugrás a Morning Show-ban. Felkészültél? Akkor fuss neki! Halló, jó reggelt! Szia! Évi, hello Évi! Igen, Évi vagyok, szia! Szia, honnan hívtál minket? Monori vagyok. Monorról. Uh-huh. Mit csinálsz otthon? Itthon vagyok, éppen főzni készülünk. De jó, mármint abból a szempontból, hogy nem kell dolgoznod? Vagy kivettél egy szabit, vagy hosszabb munkaszünet? Itthon vagyok, mert kisbabám van. Ó, mekkora? 3 hónapos pont. Alszik éjszaka? Igen, alszik, szerencsések vagyunk, hál' Istennek. Látod? Van ilyen? Látod, van ilyen. Tényleg? Van olyan, hogy este 8-kor elalszik, és nem kell fel, csak ilyen fél hét körül. Ne! Na, de. bíz benne. Atya Isten, ez létezik? Nem mese? A szárazföld létezik? Nem, jó Isten. Nem, tényleg létezik. És ez mikortól? Hát, kezdetekben még felkelt ilyen 1:30 körül, és másfél hónapos kora óta. Te jó. Fiú-lány? Kislány, na, ja, hát jó, persze, hát úgy könnyű. Ja, hát a kislányokat hát, sem könnyű. Hát, hát, úgy könnyű. Első gyermek egyébként? Nagyon aranyos, igen. Uh-huh. Amíg fura lett volna, azt mondod, hogy nem annyira aranyos. Kicsit aranyosabbra számítottatok. Biztos, hogy iszonyú cuki. Lehet, hogy hihetetlen cuki. Igen, hihetetlen cuki? Igen, mert én mindig azt szoktam mondani, hogy rettenetes, meg iszonyú, miközben ezt én egy pozitív jelzőként próbálom meg használni, de aztán mindig figyelmeztetnek rá SMS-ben, hogy ezeket ne használjam. És én mindig tanulok. Jó, és akkor nincs segítséged? Hát most jelenleg nincsen. Te kár. Na meglátjuk, ne keseredjünk el. Azért, jó, rendben. Milyenek a kérdések? Hát így, hogy nincs segítség... Talán a második már egy picit nehezebb lesz. Az első az még menni fog, simán. Uh-huh. Na meglátjuk. Jó, mehetünk? Na beleadok mindent. Oké, persze. Így szól az első kérdés nyakbalkasztóért. Melyik tévésorozat tette világhírűvé Pamela Anderson? Bévet. Zseniális színésznő, imádom. Ó, hűrült, jó, igen. Az, hatalmas. Az a játék. Hűhetetlen. Menjünk tovább? Menjünk, persze, játszunk. Sapkáért, sálért, így szól a második kérdés. Hogy nevezik idegen szóval a teremfocit? Azt hiszem, futszál. Ej, de jó vagy! De jó vagy! Én meg nem hittem benned. Nagyon jó vagy. Hát azért már azt gondoltam, hogy nem tudod, ezért. De tudtad, és ezért kellemesen csalódtam. És respektálom a tudásod. Oh, tök jó. Na, menjünk tovább, vagy megállsz a harmadik szerintem előtt? Szerintem nagyon izgulok, úgyhogy ne. Megállsz, igen? Legyen a biztos ajándék. Hát, sapka, sál és a nyakbalkasztó, az megvan. Uh-huh. Mondjuk igen, haps is a kérdés. Igen, igen, lehet, hogy jobban is. Lehet, hát én hogy nem legyen, az első én, de így járnál, csak... legyen a biztos ajándék. Uh-huh. Mondd még egyszer, mert rád beszéltek, hogy mit mondtál? Legyen a biztos ajándék, az a tuti. A biztos ajándék, jó. Uh-huh. Akkor állj meg, nem is győzködünk. Ha szeretnél, akkor inkább állj meg. Így megvan a sapka és a sáv, amit a nyakbalkasztó, jó? Hú, tök jó, szuper. Örülünk, ügyes vagy. Gratulálunk, kellemes ünnepeket. Köszi, megtökünk. Hello. Na gyerekek. Jobb megállni. Egyébként van egy harmadik kérdésed holnapra, ráadásul tényleg nem lett volna könnyű, úgyhogy lehet, hogy ez egy
lehet, ez egy jobb megoldás. Sokkal jobb, sokkal jobb. Srácok, figyelj, miért nem szóltok, hogy feláll a hajam? Most én akkor kimentem a izébe, kimentem a fürdőszobánkba, vagy a mit tudom, a mosdónkba, és belenéztem a tükörbe, és láttam, hogy oldalt, így teljesen felállt itt oldalt a hajam a fejhallgatótól. De nem tűnt fel. Jani, 20 éve, a héten megyek fodrászhoz. A héten megyek fodrászhoz, itt egy picit felnyíratom oldalt. Mondanám, hogy feláll a hajad, hazudnék, de nem, nem akarnak illúzióban kergetni. Vagy csak vízió volt? Kettős látásóval valamelyik? Mesterséges színezéktől? Valószínű, ez már az lehet, igen. Na, gyerekek, kedv van, ez pedig azt jelenti, hogy megjött hozzánk a Kassa Tibi. Már itt is van! Úgyhogy a hírek után Kassa Tibivel folytatjuk. És most folytatódik a show, amelyre az ország ébredt. A mikrofon mögött az éter nagy ágyúi, Sedestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez itt a Morning Show, Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. A Klassz FM-en. Hirtelen már 9 óra múlt 10 perccel jó reggelt kívánunk mindenkinek. Hello, bello, drága Morning Show hallgatók. Nem köszönhetsz így, Tata. Hello, bello. Halihó elektorkalandorok, így köszönhetek? Ez hát igen, már hello, halló. Hello, halló, elektorkalandor. Mondjuk a hello, bello egyébként is Kula bácsinak a köszönési módja a South Parkban. Hello, bello. Kula bácsi óriási, meg a South Park is, igen. M7-es 102-es kilométernél mérnek, Laci küldte nekünk. Köszönjük szépen. Aztán valaki panaszkodik, hogy beteg. Együtt érzünk. Trafi az M5-ös Albertirsai kijáratánál Szeged irányába, ezt Kornél üzente nekünk. 33-as úton trafi Poroszló előtt, Heci Várpalotán a Veszprém felől érkezőket mérik, és az M3-ason a Mátészalkai csomópont után Vásáros Namény felé szintén mérnek, ezt Sanyi küldte nekünk. Köszönjük szépen! Nálunk pedig kedv van, ugye, bár nyilván mindenkinél, de nálunk is, ugye? Micsoda igaz? Ez egy átlagos országos kedv, vagy a világe kedv? Bet, hogy nálunk kedv van, és ezért mindenkinek kedv van, nem? De elképesztő. Hogy hihetet, ha milyen unalmasak vagyunk ebben a tekintetben. Igen. És ez pedig azt jelenti, hogy megjött hozzánk az a Tibi. Ha bazi nagy jacuzzi-ban nem található vagyok, keresd az ágyban, ahol szintén rohadt jó vagyok. Ha meghalnék, lesz bőven, amit majd rád hagyok. Ha nem mondtam volna még, rohadt nagy sztár vagyok. A szerénységem a legféltettebb kincsem. Hibáim keresem, de mit csináljak, hogyha nincsen? Már oviban verset írtam egy taknyos sepire. Higgyétek el, lennék szerény, ha volna mire. Hey! Kaka-kasza-tibi, kaka-kasza-tibi. Wow! Kaka-kasza-tibi, kaka-kasza-tibi. Hey! Tetteske, be vagy. Be vagyok adva? Na most akkor kakakassa Tibi, kakakassa Tibi. Elóka, így van. Húzogatod itt, váltakozod? Nem, hát az előtt... Hogy lehajtottad, hát szóljál. Nem, ez a hírolvasó hölgyé volt. Ja. Aki szépen tagoltan beszélt bele, és ezt letettük, és én meg emebbe beszélek szépen tagoltam. Nem mersz ugyanabba? Nem, a vízi labdaválogatót. Jó, de csak mondani akartam, hogy rászorongtatok most egy picit erre, hogy szalad az idő? Úgy örültem, hogy martátok magatokat, nagyon tetszett. Szoktunk erről beszélni, persze. Figyelj! Hát figyelj, hát ez van. Herevisszér tágulat és prostatavizsgálat, de már nincs más miről beszélni, csak erről, igen. Én amikor szállok ki az autóból, és egy ilyen 5 perc, mire hogy a gerincem úgy összeáll, és így kibírok egyenesedni, és akkor jövök rá, hogy végleg... Tata. Hát, hogy vége van valaminek. És valami elmúlt, igen. És így próbálsz úgy tenni, és az a baj, hogy egyébként, hogy belülről én még úgy érzem, hogy, tehát, hogy már 18, 19, de belülről ti mennyik vagytok? Hát belülről. Hát belülről. Jó kérdés. Mennyik vagytok? 25. 25-30, igen. Nem, elég jó állapotban vagyunk egyébként. Jó, annyira nem vagyunk jó állapotban, mint te, mert hogy így végignézek rajta, nekem 10 éves koromban volt ennyire izmos a testem. És... Szemétláda. Kezdődik. Jó, hogy jöttél, mi? Ezt akartam mondani, hogy ma sem bírtam, vagy nem bírtam elaludni. Egy 10 éves gyerek testével rendelkezel, ez szerintem fantasztikus. Ne haragudj, az a rohadt genetika, mi Tibi? Hát te egyszer nem öregszel. Hogy mi csináljuk, hogyha egyszer, ez van, nem akartalak felizgatni, Jani, most ezzel, hogy a tini testembe. Jó, viszont találtam nektek valamit, mivel
Azért próbálok most nem beszélni arról, hogy hamarosan elutazom, mert nem akarom forgatni bennetek a kést, tudom, hogy hiányozni fogok. Esélyként megnéztem neked. De nem is azt, hogy tudom, hogy azért nem, hogy rajtatok eluralkodik majd a hiány. Mivel készültök egyébként arra, hogy túléljétek nélkülem a napokat? Van-e valami, kinek mi a stratégiája? Van-e ilyen? Ha persze, pezsgő, torta. Így van, én egy réten fogok ugrálni a nap felé, mesztelőről és szaladni. Egyszer csak élvezzük, hogy nem vagy itt. Sohajtunk. Annyi kölyök pezsgő még nálunk nem fogyott. De figyeljetek, hogy ha akarjátok egy picikét pótolni a hiányomat, akkor öleljetek meg valami szőröset, és nagyot. És jó. Akkor olyan, mint ha ott lennék, jó? Jó. Viszont Laci, Léci, told le a gatyát. De primitív vagy. Találtam valakit egyébként, aki azt gondolom, hogy ha akartok valakivel haverkodni, akkor találtam valakit, aki nálam is magasabb szintre emelte az arcoskodást. Tehát amíg te nem vagy? Amíg én nem vagyok, addig találtam nektek valakit. Balázsom, mert voltunk pókerezni. Magaddal hoztad Kárász Robertet? Így van, gyere be, Robi. Nem. Balázs, ami voltunk annak idején pókerezni, ez annyit jelent, hogy én pókereztem, Balázs pedig egyfolytában ribály volt, mert... Igen, ribály, újra kiestem, zsetont vennék, igen, aztán hazamentem. Jó este volt. És találkoztam most egy úrral, nagyon imádom, hatalmas arc, állandóan ott van egy ilyen zsoké termetű csávó, és a következő van a bal, és nem olyan, a következő van a bal kézfejére tetoválva nagy betűkkel, de ilyen rohadt nagy betűkkel. András. Aha, hogy tudsz, hogy kell szólítani? András, ez nem lenne érdekes, ha egyébként ő nem András volna. Aha, de ő az. De ő András. Tehát az arcoskodás új szintre emelte, a bal kézfejére tetoválta a saját nevét. Biztosan biztos. De nem tudom, hogy magát figyelmeztetik? Tehát, igen. Hogy ő felejti el a saját nevét? Hogy hívnak? És ő lenéz a kezére, aha, és tudja, hogy hívják. Lehet, be van rúgva, és akkor legalább tudja, hogy... Hova vigyék haza, vagy legalább hogy hívják? Vagy amikor megint lapot kérne, akkor ránézzük ez, és András! Ne kérj lapot! Igen. Egy ilyen felszólítás. Vagy nem lehet, hogy ő egy Zoli? Biztos tudod, hogy András? Vagy hát figyelj, egyelőre mindenki Andrásnak szólítja, de lehet, aha, csak félrevezet mindenki tetoválása. De finomnak tartom, nem? Ez nagyon jó, de ez nem olyan, mint a vércsoport. Ha baleset történik veled, akkor tudják, hogy milyen vércsoportra van szükséged, ha esetleg transzfúzió kell, és akkor ő meg eljut mindig egy olyan szintre, amikor már fekszik a földön arccal, és akkor... Hogy hívna? Hogy hívna? Ott van a kezemben! Ott van a kezemben! Vagy amikor rendelsz, akkor megjött a rendelése. András, hol van András? És amikor jelentkezik, akkor rögtön látszik a kezén, hogy András, hogy ő. Hogy fejém, akkor szemből pont nem látszik. Most nem. Csinálj 180 fokos fel? Na, és ki jelentkezik így? Hát, én. Jó, de egyébként a neves tetkók az minden. Balázs fotóz. Majd menjen, mondjad közben, nem kell. Nem azért vettem a drága pénz, hogy ne fotózzon, tök jó kamerát. Mondjad, de mondj. Alapvetően a neves tetkókkal hogy vagytok? Szerintem a világ legnagyobb lúzerság. Szeretnek Erzsi, haver vagy János. Igen, akkor van baj, hogyha változik ugye a cucc. Igen. Hát egy Erzsi után jön a Mari. Igen. Akkor mit csinálsz? Hát azt csinálják, hát a... Szerintem ez nem csak ezért gázfeli. Tehát, hogy nem csak a név, ez kellemetlen. Mi? Nem? Az, hogy nevette tovább, az, hogy Erzsi. Tehát azért nem mondjuk, hogy csak csinálják. Azért kellemetlen, mert változik, hogy csak ez ciki. De nem mondj már, hogy egy forever Erzsók. Ne! Hagyjál már! Igen. A szeretlek Ica szerintem tök kellemetlen. Tehát egyszer kellemetlen. Miért? Az Ica miatt, vagy a szeretlek miatt? Vagy a szeretlek Ica? Az van. Mert nem, tehát miért? Mert szerintem ciki. Hát most miért? Akkor miért nem te tovább? Hát most már. Mi, de nem az van, hogy nem az van, hogy szeretlek Józsi, vagy szeretlek hát Béka. Nem járok hát Józsival, van egy miatt nem azt írtam fel. Na de nem az van, hogy szeretlek Ica, nem? Tehát nem az, hogy szeretlek Béka, nem ez van föl. Most hiába mondom. Hát akkor... Az igaz. Ha nem? Aha. Mi van a kezedben? De gondolkozom most karácsonyra. Neked a gyerekek neve, Judy. A párod neve. Igen. Hát ez nem ugyanaz, hogy szeretlek Erzsi. Hát, de hát akkor... Én mondjuk megmondom őszintén, hogy az első... Azt szerintem tök ciki. Az elkészített ciki. Az elsőprő túlerő miatt soha nem mondtam apámnak, hogy ez ciki, mert neki konkrétan ez volt a karja. Illetve a másik, de az, hogy csoda, jó szerencsét. Hogy mi? Ica. Illetve, hogy szeret. Szeretlek Ica? Hát persze, mert édesanyámat Icának hívták, és szerette. Volt idő, amikor ez divat volt, szerintem ez már kevesen tetetik föl. Tehát ez 10-20 évvel ezelőtt, hogy szeretlek, nem tudom ki, ez most már szerintem kevésbé. Jó, mondok még keményebbet, amelyiket velem esett meg, és elméletben jó kéne, hogy essen, de láttam már én férfin a saját dalszövegemet körbe a vállára tetoválva. Hűha, na az baj, melyiket? A vallomásnak volt a te vagy a legszebb ajándék, amit valaha kaptam, de valaki másnál láttam, aki meg a nekem így jó tetováltatta föl, és adott nekem így jó. Ez beteg. Nem, de hogy ezek a szövegtetoválások, ezt valahogy nem érzem. Tehát eleve ezek a nevek... Ez nem megtiszteltetés neked, hogy valaki rajta egy 1000 hoz és némi csillag? Nem minden némi csillag, te szemétláda, minden csillag. Nem mi.
És azt a szöveget egyébként nem is én írtam, most már adjál végén. Artin, Dira Merján Artin. De jó. Tényleg. Ugye, hogy milyen Artin, azt nem én írtam, ne engem rúgjatok. Ez melyik szöveg? Ezer Hold és Némi Csillag. Jó, nem Némi Csillag, te szemétlágy. Csillag valahogy vissza, Ezer Hold és Némi Csillag, hulló csillag, ez jön, ez a csillag, ez egy állandó motivum. Planetárium. Figyelj, ha nem ugrik be semmi, fölnézek, miről írjak, puff, ott van, de este írok, mindig csillag. De tényleg a planetáriumban még nincs kint az arcod. Igen, köszönjük. Köszönjük azt a Tibinek. Igen, a folyamatos promóció. Nem, de hogy az a szöveg egyébként. Mi a baj, hogy valaki kiválaszt magának egy mondatot, ami viszi őt az életen, és fölírja magát. Szerintem még az is jobb, mint a név. Tehát ha, szerintem egy szövegben, ha megtalálsz valamit, és az neked szól valamiről, és az neked tetszik, vagy téged megérint, és az fölvaratod, az a semmi baj. De az a szeretlek Józsi, hát ez kicsit múlt. Név, meg tudod még a másik, amikor esemény, tehát hogy Love Mari 2000 Tihany. Hát, hogy ne felejts el. Hát 2001-ben már lehet, hogy Balatonfürdőn van, és licával érted. Love Mari Tihany, tehát jó volt. És akkor még mellé egy horgony, és egy ilyen Popeye. Uh-huh. De most mi a gyereket születése? Például az is. Szerintem tök jó. De mit akarsz a gyereket születésével? Tehát magát egy ilyen szétett láb és egy ilyen kilógó fej. Az, igen, a feleséget sunával. Én azt bírom. Tehát az, hogy például 2009 vagy 2010 is feltetováltatod, és mondjuk két gyereked van, és mind a kettő gyerekednek te beletetováltatod a nevét, szerintem az például egy helyes dolog. De nem elég, ha fölírod egy naplóba? Nem. Hát szerintem az... és tudod, hogy mi van. Hát viselsz magadon valamit, és neked fontos, az nekem például tetszik. Hát nekem nincs ilyenem, de én azt bírom. De ha neked fontos, akkor állítsál be a telefonon, hogy emlékeztetőt, hogy akkor volt, és akkor csipog minden évben. De akkor bármit te továltatsz, hogy ezt rajzolni egy lapra, és akkor ott, tehát hogy ilyen alapon szkennelbe is menj a telefonon. Én egyébként így gondolkodom a tetoválásról, tehát én nekem annak idején volt egy filozófiám, hogy tehát én konkrétan, hát nekem egyszerűen ilyen koszos érzést keltettem, amikor valaki ezt láttam, és én nem akarok ebbe belemenni, mert ez messzire mutat, de... Azért ez menő is tud lenni. Igen, van, aki menő, de minden, most kimondta erre a névre akartam rámenni, ez még nem a Bőki a csőröm, de nem akarom nagyon sarkítani, de nem hozunk rá egy ítéletet. De csak most a csajot hazamenne így beleírva, hogy Tibi. Azonnal szakítás. Nem, mondom. Miért? Hát az örök szerelme neve. Azért, mert engem szólítson felségnek, vagy fenséges uramnak. Atya úr. És talán jó lesz, egy kicsit pihentetjük ezt a robotokat továltatna magára. Micsoda? Egy Berecki Zoli dalszöveget továltatna magára. Kerek egész, bárhova mész, azonnali szakítás. Ez a Berecki Zoli szöveg. Úgyhogy a Némi Csillagért engem ne is ízzétek, mert ott is vannak azért, nem? Na, jó, Balázs, mondasz rá, ez még nem a Böki, de ítélkezzünk? Most ne legyen már két nem. Böki, hagyjad. Nem, de még, ez még annyi se volt, hogy ítélkezzek. Mi? Ez már az itt. Ez már még nem az volt, de hát azért most, ha már így kiálltál. Ja, nem, hát ez nem, erre nem hozunk ítéletet. Hát mi az, ami Böki a csőröd? Van valami, ami Böki a csőröd? Nézd, nem az elsumákolt ítélet, ami ma reggel Böki a csőröm. Ami Böki a csőrömet. Egy rovat a Morning Show-ban, ahol felszínre kerülnek azok a dolgok, amik leginkább irritálják hallgatóinkat. Mint például... Kassa Tibi. Jó, és esetleg valami más? Nem Kassa Tibi. Ami Böki a csőrömet. Egy rovat azoknak, akiket Kassa Tibin kívül valami más is idegesít. Ami Böki a csőrömet. Mert higgyétek el, nincs, amiben ne tudnánk beleverni a csúfot. Az a baj, közben jönnek az SMS-ek, ezúton is szeretnék elnézést kérni a budapesti alvilág azon tagjaitól, akik tetőtől talpig tetoválva vannak, és a barátok. Nyilvánvalóan azok a portások, azok mind azok kivételt képeznek. Figyeljetek, nagyon jó Bökim van. Na. Ha ezt nem adjátok meg, de nem menekülj már, mondd el. De ne hozz előre ítéletet, mondd el, majd mi döntünk. De nem mentegetőzz ezt... már előre, vagy hype-old úgy, hogy ha de. Ezt nem adjátok meg. Hát már fele pont, hogy ezt már elkezded így mondani. Azonnal. Újra kezdve, adva a szignált, nem? Na, ülsz egy étteremben, vagy bárhol, mert ez megint egyébként egy pókertermes élmény, olyan, mint hogy valami függő lennék. Eszel, iszol, kim van előtted az italod? Ki van számolva, hogy abban van benne jég, és még mondjuk van egy két kortyocska benne. Ha? Ekkor érkezik a pincér, aki úgy ítéli meg, hogy az a pohár már lejátszott, és benne a te kis két kis kiszámolt kortyod, paf, jelpakolja előled. Mert ő úgy döntött, hogy az már valószínűleg nem ital. Úgyhogy abban még simán neked a kis kiszámolt kajáthoz meghagyott kis két kis kortyocskát benne van, és ő szépen lerámolja előtted. Szóljál neki, hogy ne haragudj, ne vidd el, mert még van benne két. Nem mindig kort. Látod. Van, amikor beszélget, és jön, és rutinszerűen szépen pakolászik, és van a pincérekben van egy ilyen kényszeres elpakolás, és biztos, hogy látjátok ti is, hogy kényszeresen rámol le előled. Hát te rá a kezelő, hogy
Na takarodó, és akkor felemele. Takarodjon. Egy picikét objektíven gyertek ebbe velem. Tehát ott van mondjuk, én mondjuk egy konkrétan ez egy ízé volt, egy Bacardit ittam jéggel. Kit érdekel, hogy mit ittál? Egy nagyon finom Bacardit ittam jéggel. Na most még egyszer elmondom. És konkrétan volt még benne, az még két nagyon jó kiszámolt korty volt benne, és úgy ítélte meg, hogy az már csak olvadék. Aha. Az már csak jégolvadék. És akkor szépen fogta, és elvitte. És akkor ilyenkor már jogorvoslatta ugye nem tudsz élni. A bizonyítást égette. De tényleg az a 100 forint idegesít, ami na még most álljál le. Na most álljatok le. Ugye? Hát de nem érci. Rovatgyilkosok. Nem vagyunk rovatgyilkosok, de hát szegény hülyeség a munkáját. Ha nyerő szériád lett volna, nem zavarna. De nem volt. Nem. Ez igenis egy idegesítő dolog, amikor a pincér elviszi úgy az italodat, hogy még abban volt, te tudod, emlékszel rá, hogy abban még volt egy korty. Aha. Engem idegesít, mert ne vigyel. A hanyadik után emlékeztél. De nem csak az alkoholnál idegesít, általában idegesít. Aha. Tehát a teádat, ha elviszik, az is idegesít. Minden idegesít. Tehát, hogyha még van benne, és nem kérdezi meg, és milliószor volt már velem, ha veletek nem volt, ilyen szerencsés emberek vagytok, most már nem is érdekel, mert már látom, merre visztek, már nem is érdekel. Balázs? Van benne valami, amit mondasz, nem sok. De nem az utolsó korzavar, zavar, nem maga a mennyiség, hanem inkább a figyelmetlenség, hogy ő figyelje azt, hogy te megittad-e, hogy az a pohár üresen, nem az, hogy te most sajnálod azt a 100 forintot, hanem hogy ő nem veszi a fáradtságot, hogy megnézze, hogy a pohárban van valamennyi, és te arra az egy kortra még számítottál. Egyébként én is tudok rajta bosszankodni, de most nem azért, mert újat kell kérni, hanem mert azt te beosztottad. Így van. És még emlékszel rá, hogy ott még neked volt három pontos kicsi kis kortyocskád, és ugye azt úgy lekapja, abból azt érzed, hogy neki kicsit egyébként mindegy, hogy te megitted, nem itted meg, tehát nem figyel rád elég inkább. Ez a bosszantó benne, nem olyat, maga a három korty. Olyat is értem. Láttam a folyamatot is én már, amikor fölemelte, így megrázogatta, igen. És azt mondta, hát ez, és úgy, ő úgy értékelte, hogy ezt még le akarod húzni, majd visszarakta. De egyébként ezt le tudod mérni, ez baromi egyszerű, mert mindenki, akit ez zavar most az országban, az kezdjen el dudálni. Te jó ég, mi ez a hangzavar? Hogy nem csend van? Uram Isten, megbénult az ország. De ugyanez ételnél is zavar? Tehát, hogy itt tudom, én nem fejezted be az ételt, és akkor van még két kanál velős pacal a tányérodban, és a harmadik kanállal éppen eszed ki az öletből, mert leheted magad. Igen, én az öletből eszedt a szemétlen. És odajön a pincér, elviszi. Nézd meg! Hagyjad már! Nézd! Csak most ért ide a hang. A velős pacal, hogy megmozva a tőket. Veletek vagyom! Haladunk-e? Őt is zavarja. Én egészen biztos, ez egy apró dolog, de apró dolgokkal kell jobbá tenni a világot. Igenis fontos most, ahogy a hallják pincérek, a vendéglátásban dolgozók, minden egy jeges italba még simán lehetnek kiszámolt két kortyok, amit nem... Ez lopás! Na ez jó, köztörvényes bűn. Igen, és akkor mindegyik, és lop, a lopás bűncselekmény, a bűncselekmény, akkor vele. Nekik a sitten van a helye. A sitten a helye, aki ellopja a maradék két korty kólámat. Sitten valamennyi van benne, amit mondasz. Valamennyire meg tudom adni. Valamennyi a sitten a helye. De valamennyire meg de nem max. Dehogy is. Kettes szintű csörbökés. Na, az is szép. Ezért jó, kár ez. Volt ilyen korán felkelned. Megadjuk, de csak hogy 10 után ne hívogass minket. Így van. Amikor a szignálot szólt, még azt sem tudtad, hogy mi fogja bökni a csőre, de ezt szerintem nem rossz. Figyelj. Ahhoz képest, hogy improvizáltál, nem rossz. Ne. Ide figyeljél. Most el kell mondjam, tényleg hülyén állt a hajad? És többet készültem erre a megszólalásra, mint az egész hétre. Azt nem tettek, hogy ennyi jött ki belőle. Tudod, hogy objektíven próbálok pontozni, de ez van benne valami, tényleg tudja az embert idegesíteni. Nem tudtam hármas szintűre adni, egy kettessel menjünk át rajta, és felejtsük el. Bár, hogy hallgattam, én csináltam ezeket az ítélet szignálokat, hogy hallgattam, ez a kettes megalázóbb, mint az egyes. Egyébként igen, nem? A kettes ilyen korán felkelne, megadjuk, hogy ne jó, szerintem a hármas és az egyes jobb. Ezt viszont csinálok jövőre egy ilyen megértőbbet, hogy nem rossz, nem rossz. Jó volt, ez az jövő héten majd jobb lesz. Mi vagyunk a rosszak, tehát kicsit rátok tolom, jó, jövőre ezt újra szignálozzuk valahogy, hogyha egyetlen ez marad. Igen, csak írják közben, fiúk, a Dózsa György úton ment a dudálás. Imádlak titeket, hülyék, a keletiről majdnem meglincseltek, amiért dudáltam. Miki küldte nekünk. Figyelj, ez mondom, jó, de azért, mert elébb lépett egy gyalogos. Nem, gyerekek, higgyétek el, ez egy nagyon komoly, az egész országot érintő probléma, sitre velük. Figyelj, annyira megmozgatod az egész országot, hogy lehet, hogy ebből holnap lesz egy szöveg a Spotban. Kassa Tibor megdudáltatta az egész országot, mikor bebizonyította, hogy közügy, hogyha a pincének elviszi az utolsó két kortpiát a pókerasztal mellől. Igen, Vegeta, ha több kell az átlagosnál.
Nem hiszem el. Igen. De na, nagyon jó hozzá. Figyelj, hát 9:30 van is. Kezdek arra gondolni, hogy így az utolsó adásod, mert jövő héten már ugye nem vagy. Illetve vagyok, csak máshol. Aha, tehát, hogy ne vagy is máshol, igen, így igen, hogy igen. Talán arra kell gondolnunk, hogy nincs témád. De van! Dudának még? Nem. Hát nyilván. Hát, most ez most estig ez lesz. Jelentkezz, közben jelentsék egyébként Balázsnak az ország melyik területein dudálnak, mert nekem fontos, hogy az ország jó. Velünk van ebben a közügyben. Tájföldre utazott a nép. Tájföldre menekült a népharag elő. Találtam egy cikket, ami nagyon tetszett, mert egy kicsit kiforgatja azt, amiben mi hiszünk. Ugye nekünk van egy képünk arról, hogy mik számítanak igazán férfias, dögös dolgoknak szerintünk. És a nők szemével kicsit kiforgatták, és elmondták, hogy mennyire rohadtul nem dögös és férfias az, amiben mi aha. Nagyon hiszünk, hogy az. És ezt egy ilyen ötös listába szedték, mi meg majd kibővítjük, és nyilván női hallgatók még írhatnak, hogy mik azok a dolgok, amikkel palik nagyon villognak, és nagyon kellemetlen. És amit nagyon férfiasnak hiszünk. Tehát mi azt gondoljuk, hogy az izomtrikó izzadság, szétkent olaj a homlokodon, az férfias. Én mondom neked. Szerint nem. Tehát itt van például, tehát hogy konkrétan ugye minden pali megy be, emelgeti az ilyen középkategóriás családi autóknak a súlyát, gyúrja föl magát, és ezeket a Hulk testalkatokat gyártják le maguknak, és ez állítólag egyébként a nőknek baromira nem tetszik. Uh-huh. Tehát ez egy kimutatás szerint, ez az első helyen van, amire azt mondja egy nő, hogy ilyen palit de ezt mindig de. A fületbe is suttogják, hogy Tibi, ezt... úgy szeretem, hogy te se jársz szülőterembe. Így van. Tibi, ne hidd el. Nagy képekre gondolok. De állítólag tényleg, tehát hogy én ezt hozzáteszem, hogy amit ez a kimutatás mond, azt én tudom hozni egyébként, majd látni fogjátok, kicsit hazabeszélek benne, de hogy állítólag tényleg nem, tehát hogy ezt a hágtest alkatot kimondottan herótozzák a nők, ezt abszolút nem várják el. Sokkal jobban érdekli őket szerintem, hogy tudsz-e neki csinálni egy normális fotóportfóliót, vagy sem. De Anna, gyere be, mert itt most mi megdumáljuk a nőket, nők sokkal. Nélkül azért ez egy elég érdekes. Gyere, Anna. Én, ha tehetném, fotós lennék a következő. Ha tehetném én is. Hágtest. Pont ezt akartam írni, amit hogy? Mondtál. Pont ezt akartam írni, hogy most minden olyan pont lesz, ami rólad szól. Tibor, mi a kettes pont, Tibor? De most tök őszintén. Tehát, hogy inkább, Anna, itt vagy. Igen. Inkább egy ilyen mackós testalkatú, nagyon-nagyon jó humorú, jó illatú, kreatív, orbitális méretű. Tehát, hogy neked fontos például... Várjál, a mackók csak a téli álom előtt néznek ki, ugye, hogy te. Utána felkelnek és ledolgozzák. Érte, utána pedig tök szikárak és izmosak. Hogy az Anna felé vagyok fordulva. Ja, hagyjuk Annát válaszolni. Csak hogy bocsánat, mind nő, igen. Anna? Igen, mind nő. Elnézés. Azért én bírom, hogy azért valakinek, hogyha van egy szép kis kidolgozott teste, meg feszes popsia. Neved magadra, Tibi. Abszolút neved magadra. Hát, hogy én azért azt bírom. Feszes popsia? Figyelj! Feszes popsi. Fölállok. Hát, Tibi! Neked bizonyíték kell, markolj bele. Markold meg. Nem jó? A Jani, tudod én mi ez vagyok? Ez a vádlim, fogd meg a vádlimat. Vedd már le innen a lábad. Csak mondom egyébként, hogy egyre furábbá kezd válni ez a Kassa Tibi féle rovat. A múlt héten, nem tudom, emlékeztek el, felajánlotta nekem, hogy menjünk ki a WC-be és mérjük össze a férfiasságunkat. Most a seggét fogdosgatja az Annával. Még jó, hogy a jövő héten nem vagy. Figyeljetek. Jövő héten retro nappal, akkor csak zerélünk. Figyeljetek, a vádlim olyan betonkemény, hogy azzal elmolyolnál egész este. Hát mondjuk megértem, ekkora testet azért cipelni kell Tibit. Nem is erős lenne. Azért, érted, a Margitot is tartani kell valahogy, azért, mert értem, hogy a pillérek erősek. Hát ne viccél, mi legyen erős a karod? Hát. Figyeljetek, a büdös életbe, és ezt én magam választom. Mi a következő? Csodálkozó, hogy jó vádlid van. Nem, ez a baj, gyerekek. Tibi, ne arra, hogy de ha melleidre nézek, arra gondolok, hogy ha laktózmentes lenne, megfejnél. Figyelj, még kettő tartoskot megszoktatlan, de komolyan mondom. Figyelj, a Vikinek az első pár napban nem lesz teje, gyere már rád. Hát, ha merre tudod venni a kis bébinket. A hallgatóknak üzenem, hogy nem az a baj, ami történik, hanem az, hogy én ezért órát állítok. Igen, ezért korát. Hogy én ezért, érted? Mert ha ez délben van, leszarom. De az, hogy tényleg be tudtam jönni, és én 6-kor kelek. Hát ezt hívják, hogy végig szemben a dugót oda-vissza. Hát te hoztad ezt a témát, Tibi. Csak hogy válaszol, kigyúrt pasik. Oké, nem annyira. Ugye? Hát nem annyira. Tehát legyen egy valamennyi izomzat, de ne legyen kigyúrt. Oké, mi a következő? Állítólag itt van, hogy ami még nagyon kellemetlen, hogyha egy pacák foglalkozik
a szemöldökével, tehát az a Ronaldo szemöldök, ami kicsit ki van szedve, és így kicsit be van így izélve. Azt ciki. Itt trimmelve. Állítólag azt, hogy csinálják, az most nagyon, tehát az is divat dolog, és állítólag az ultra cik, és nagyon röhögnek rajta. Ha egy férfi szedi a szemöldökét. Tehát amikor ilyen konkrétan itt van, tehát amikor egy kicsit fazonra van szedve, mint a Ronaldo. Igen, mint egy ilyen matador úgy néz ki, igen. Egy ez egybe. Én adom, hogy ez szerintem pasiként ez lehet szörteríteni, de a szemöldök az... az fú, nem tudom. Én most ez egy gyenge pont ebben a pillanatban. Igen, hogyha valakinek tényleg annyira ronda és elálló és kócos, én szerintem nyúljon hozzá egy kicsit, de tényleg. Tehát az annyira ronda. Most nem akarok neveket mondani. Most nem, hogy nem. Mondj egyet. Takarodj rólam, Anna, most hát, hogy rajtam találj valamit már megint. De tényleg annak idején, mit tudom én, már nem értett. Hát akkor sokkal. Élőt nem akarok megmondani. Major Tamásnak, amilyen szemöldöke volt annak idején, az gáz. Tehát az nem 2014 kompatibilis. Tehát igen, egy picit nem olyan szintre, hogy egy csíkot csináljon belőle, mert ilyen gigerli, de azért legyen. Jó, de mondjuk, hogy itt ez szőr vagy nem szőr? Tehát, hogy, mert... ez attól függ hát nyilván, tehát egy pari azért igényesen szedi, az nem baj, a szemöldök az... De általában, tehát te is szőrös vagy, Balázs? Te szőrös melkas vagy. Igen, nem melkas, mert nem borotválom. Jó, de azok a főnix hambai. Igen, az speciális. Hogy amikor... De hónajban például abszolút. Tehát, hogy az nekem alap. De te halálmenő csávoknak is van hónajkutya. Én azt nem kedvelem, de nem az, hogy ez jól néz ki, vagy de én egyszer jobban érzem magam, vannak, úgy, hogy hát vannak ilyen nagyon macsó modell is van, aki, de nem mindenki van itt teljesen csempére szedve. Tehát ez egy nincs recept szerint. Ki hogy kedveli, kinek milyen jó, kitől mit vár el a párja, hát, vagy igen, kinek de mit szeret. Az nem túl guszta, hogyha mondjuk egy golyos dezodoron ott forog egy ilyen kis kóc, tudod. Tehát, hogy mert valaki ugye azt szereti a golyósat, és nem pedig a fújósat, és akkor nem borotválja a hónalját, és basszus, érted? Tehát, hogy az... Aha, behúzza a golyós. Jó, mi a kövi? Okay. Akkor test, akkor izom nem. Hát nem fontos. Igen. Hát nekem fontos azért, hogy ne legyen ilyen nagyon kócs. Jó. Mi a kövi? Illatfelhő, tehát a brutál dezodor. Tehát kihasználni még közületek egyáltalán azt a fújósat, hogy beáll a tükörrel, és azt mondja, szoktam. Jani, ráadásul olyan büdöset, hogy... Így van. Nem, ő nem azt használja. Mert én bedőlök a reklámoknak, hát hogy lettem ezt a reklám, mindig bemegyek a szélszre. És várod, hogy potyogjanak az angyalok. Tegnap is kimentél, találtam valami dezodort az asztalon, egy török közöl, és itt dezodorral elmentél a budiba. Persze, Jani, férfiasan tökéletes. Abszolút. Meg mosakszik. Én használom. Szörnyű, a legtöbb annyira büdös, én tudom azt, hogy tudod magadra fújni. Szörnyű. Nem azért használom egyébként, mert hogy hívják, mert annyira... Hát mert van, valaki itt hagyta. Persze, utána. Nem hiszem, hogy ezért befújod magad, de valaki itt hagyta. Én nem dobom ki ezért. És inkább magadra fújsz egy büdös dezodor. Olyan büdös vagy benne, mint az állat. Hát az ízlecsek szagomnál kellem. Az is igaz. Hát használj egy sima stiftet, amit reggel bekened magad, a tele van alumínium származékkal. Egyébként annyira nem szerencsés ezeket a stifteket használni. Főleg nőknek, annál egyébként neked, mert tele van alumíniummal. És főleg nem oda, hova használod. Miért előzött meg, hogy ne legyél büdös? Reggel egy kis stift, és utána nem kell dezodor. De azt is használom. Stiftet? A stiftet is használom. Átizadod? De akkor mit? Azt mondjuk, akkor változtass a táplálkozási szokás. Nagyon durván. Jó, térjük vissza magára a parfüm felhőre, nem adjuk. Szerintem az nem jó. Tehát ha finoman odahajolsz egy nőhöz, férfi, ez az jó, de ha húzza maga után a kilométeres csíkot, az visszataszító. Hát de Balázs, te is. Nem, ha nem húzok magam után kilométeres csíkot, soha. Soha. Nem-e? Nem jöttél még úgy be reggel, hogy... Nem jöttél be úgy reggel, hogy tudtad, hogy én már is soha, én azt utálom. Tehát amikor befújod magad egy 6 kilométerre alá, érezni, hogy te már itt vagy, azt hiszem szörny. Feri se? Van, hogy úgy jön be például, hogy nem fújja be magát, és 10-kor, amikor elmegy, itt van el, és akkor egyet fúj. Maximum. De azt se érződik. Igen, a garami például olyan. Tehát a garami a 3 sarokkal lejjebb van, de már tudod, hogy jön. Ez így van. Ha hátszere van, már érzed, hogy jön a garami, nem? Igen? Hát a Szani is. Beissza magát a stúdióba az illata. A Szani elmegy 2 hét Szabira, de még az illata itt marad, 2 hét után is. Tehát annyit tesz magára, én hát ki vagyok. Vagy? Nem, 2 hét a Szabira. Akkor nincs matok pálulatos. Nincs rossz illatuk, csak nagyon erős. Illat adjuk, nem na, adjuk. Várjál, tudod mi a rossz, hogy rám ragad? Tehát, hogyha mondjuk megpuszírod az ilyen palit, és mondjuk az arcvíz, nekem azzal van bajom, és egész nap végig arcvíz, nem otthon baj van. Ember szagok érzett, ki járt itt a szor. Nem egy állattal élek együtt. Nem, figyelj, az gáz, mert egész nap az arcvíz az arcomon van. Tehát nem tudják, hogy hol artál. A harcvíz. Mennyire mammer vagy a harcvíz. Az a pitralon, amit beálltok. Krasznaja Moszkva. Aftershav. Van még a listán? Van még egy a végére. Jó, de ezt adtuk? Ne, azt szerintem a kevesebb több szerintem. Kevesebb több. És a vége, már most nincsen belőle a hajam, mi órákat szöszmítőnünk az, hogy belőjük. Én zselés vagyok. Ti nem voltatok? Volt zselés időszakotok, amikor zseléztétek? Volt. Jani, hát... Hát de jó kérdés. Jani, hát...
hozza a vaxot magával, volt egy ilyen időszak. Egy időben nem már nincs. De lusta voltam otthon megcsinálni, behoztam, és ha mentem valahol, akkor megcsináltam. Mit is tettem el kis vaxot. Egy időben terrorizált, hogy használjam az övét, mert higgyem el, hogy jó lesz. A Balázsnak olyan vaxa volt. Mert is rájártam. Olyan vaxa volt, mint egy atomturbina is megállt volna. Ez egy spéci vaxok, gyerekek. Egyszer nyitok egy üzletet, és csak hajápolási terméket fogok árulni, megőrülsz. Annyira jókat tudok egyébként. Volt zselé időszakod, amikor zselészted betonra? Kimiben volt. Az a beton, az a klasszik beton. 10 percet álltál az esőbe, és semmi baj nem volt a hajadnak, mert így tartott, csak jobban csillogott. Persze, aztán álltam át a vaxra, igen. Állítólag ezt a nők orbitális módon herótozzák, tehát ezt a betonsírot, és az, hogy én is ugye, amikor most éppen nincsen belőve, de amikor belővöm ezzel a zselévakszal, az figyelj, az úgy áll, hogy mikor elmész fodrászhoz, 4 mosással szedik ki belőle, és már gőzborotvával van. Gőzborotvával lőjük a fejed. Van ilyen egyébként, tehát ott van például ugye a Filip. Hát igen. Így van. Úgy hallottam egyszer, van. hogy egy felcsúti hajtóvadászaton gellert kapott rajta egy golyó. Állítólag ő ezt aljat 93-ban csinálta meg egy extra erősen, és azóta nem ment hozzá. És azóta tart. Így van. És azóta tart, és azt, hogy a fordásztak el a kezekkel, ez így van. Napkitörés. Délután 2, és még mindig tart. És ugye nagyon nagy, azon kapod magad, hogy felszúródnak rajta a legyektól, és ilyen tetemek vannak rajta. Igen, szerintem azt, hogy ezért jó a vax, mert azt már úgy alakított, de lenyúlsz, nem annyira őskövület. Nem jó, tehát akkor betonsérő? Nem jó. Nem jó a betonsérő. Nem jó. Nem jó. De egyébként frizura függő, azért ez is olyan, mint a szemöldök. Tehát, hogyha olyan frizura van, ami ez úgy kell álljon, akkor úgy kell álljon. Nincs mese. Igen? Hát. Engem így kívánsz jobban, vagy belőve? Hát figyelj, most a fenekedet, hogy megfogtam, sehogy. És ezért én órára kellek, emberek. Ez a nagy dolog. Ajánd fel a portfóliót most. Na, gyere, még többet. Még többet. Ráadásul elszaladt az idő is, Tibi, ha érted, mire gondolod. Az idő, ha jól mulatsz. Jó pihenés, Tibi. Így van, azt akartam, hogy egy pillanatra most szálljon meg benneteket a Szentlélek, mert mi már nem találkozunk. Pesgőt az asztal alól. Igen. Engedjetek engem utamra, de most valami tényleg valami szépet. Hozok nektek valami drágát. Jó? Elutazok Húsvárra, napfényes Tájföld, mindenki útra való. Hozol. Hát hozol! Hát nem hozol, soha nem hozol. Drágát hozok. De nem hozol, soha nem hoztál. Na, egy útra való mondat. Mindenkitől. Én mit kérek tőled? Nem azt a szemétláda, hanem egy jó, kívánj már jó utat, erőtes már. Ja, rohadjál meg, kasza. Tudod, az lesz. Na, Balázs. Negatív legyen az észtesztet, ha visszajössz. egy negatív észtesztet kívánsz nekem? Aha. Érezd jól magad, de legyen szép idő, és érezd jól magad. Jól van. Jani, megölesz? Menj le hídba úgy naphoz, hogy ne legyenek csíkok a hurkáid miatt. Tibi, köszönjük szépen! Vigyázz magadra, jó utat kívánunk neked! Találkozunk majd valamikor január közepén. Mi pedig jövünk mindjárt a nap legjobb pillanataival. Hölgyeim és uraim! Ez itt a Morning Show a Klassz FM-en. 3:10 van pontosan, szép reggelt kívánunk mindenkinek. Szent Mihályon mérik a gyorshajtókat. Köszönjük szépen az SMS-t. Valamint M3-as autópálya Kálmánházi pihenőnél mérnek a rendőr ürei Budapest irányába. Ezt Fürtös küldte nekünk. Mi pedig mutatjuk, hogy miről is volt szó ma reggel. Ugye tegnap talán sokan hallottak az Ausztráliában zajlott úszdrámáról. És felhívtuk egy hallgatónkat, Nórát, aki Ausztráliában él, immáron 2 éve elmondta, hogy élték meg a történteket ott Sydneyben, és mi történt pontosan. Aztán pedig felhívtuk a TEC főigazgatóját, és arról beszélgettünk vele, Hajdú Jánossal, hogy milyenkor a protokoll, mit csinál a TEC, hogy tárgyalnak egy túszejtővel, hogy próbálják kiszabadítani a túszokat. Érdekes dolgokat mondott, ugye sajnos az ember azt érzi, hogy most már talán nem túlzás azt állítani, hogy bármikor hasonló szituációba kerülhetünk, és akár túszok is lehetünk. Erről beszélgettünk, valamint megállapítottuk újra, hogy öregszünk. Ez valamiért ebben az évben visszatérő téma. Én már nem tudom, hogy merült föl, de megint rájöttünk, hogy paperosodunk. Igen. Úgyhogy erről beszélgettünk. Már reggel is ezeket a pillanatokat most újra megmutatjuk. Morning Show. A Klassz FM-en. 6 perc múlva pontosan 10 óra. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Peti elküldte nekünk, hogy Kőrös Ladányban trafiznak. Petinek köszönjük szépen. Csabi, jó reggelt, hello. Sosem, gyerekek, melyik? A Tibi összezavarta az összeset, az összekavarta. Mi újság van? Beszélek a 3-asba. Beszélhet, abba szoktál, hello, jó reggel. Így van. Képzeljétek el, hát biztos látjátok, de azért elmeséljük a hallgatóknak, hogy itt van egy ilyen közös terünk, ahova leszoktunk ülni, ahova a Feri általában hoz reggelit, és ott most felállítottak egy karácsonyfát a lányok, amit
ma reggel meglátogatott a Jézuska. Bizony. Azt. És amit mi már két héttel ezelőtt észleltünk, te valószínűleg nem a karácsonyfát már láttam eddig is, de leszünk. Az ajándékokat alatta csak ma fedeztem fel. Bizony. És mik azok? És mindenkinek névre szólóan, a rádióban dolgozó. Az nagyon szép. Kollégát, jaj, de jó. Az szép, szólóan, ajándék van. Az jó, és te már elhoztam ilyen kis? A tieteket is ott hagytam, de az a magamét elhoztam. Mindenkinek rá mondja, hogy Csabi, de jó. Ez egy nagyon kedves gesztus tőlük. Nagyon köszönjük. Aranyosak, köszönjük szépen. Én megkeresem az enyémet, és összetöröm a Janiét. Te szemét vagy. Egyébként az enyémet pont a szélére tették, pont úgy, hogy bármikor direkt. Bárki rátaposhatott volna, már arrébb is raktam. Nem terettél volna, ha nem törötten kapott. És azt elmondja, hogy mit kaptunk? Már hogy érted, hogy mit? Képzeljétek el, ez a hallgatóknak mondom. Ja, persze, hogy nyugodtan. Klassz FM-es karácsonyfa dísz. Oh. Ez egy nagyon kedves gesztus. Ez nagyon szép. Ez a kézzel festett. Igen. Ez egy szép. Főnökeink festették, én azt gondolom. Itt feküdtek a fal alatt egész éjszaka. Igen. Nagyon szép dolog, bár én a legtöbb boldogságot nyelvvel festem. Igen. Azt tudom, Jani, hogy a Titus a tiédet makkal festette. És nagyon hálás vagyok érte. Kicsit el van maszkatolódva rajta a fenyőfa, de amúgy tetszik. Hívjuk a naphallgatóját. Köszönjük egyébként. Igen, abszolút. Morning Show. Az bizony! Jó reggelt! Hello! Feri, szia Feri! Hello, sziasztok! Feri, hol hallgatsz minket, merre vagy? Zircen, kérlek szépen. Zircen, egy zirci. Zirci hallgatunk. Írtál nekünk egy helyes SMS-t, ugye beszélgettünk itt a tekesekkel, és azt írtad, hogy a magyar kommandósok kedvenc zenekara a Vétek, amit esznek, az pedig az Étek, a cseh kommandósok kedvenc rajzfilmje pedig a Krtek, ugye? A kisvakont. Hát igen. Egy kis szójáték szerettük, úgyhogy te lettél a nap hallgatója. Köszönöm szépen. És egy szép kis ajándékcsomaggal meglepnénk téged, ha engedett, jó? Nagyon szépen, köszönöm, hogyne. Régóta vadásztál erre a címre, vagy esetleg voltál már? Hát, küldtem már pár ilyen hülyeséget. De még egy olyan van, hogy Tartogasd még a jövőbe, van még 2015-ös év is, ne süss el mindent. Ez most jó volt, ezt emészgetjük, és akkor elmondod majd később, jó? Ferikém, gratulálunk! Küldjük neked! Köszi. Ciao. Minden jó, boldog karácsony, sziasztok! Nektek is! Köszi, viszont! Csak mondom egyébként, hogy pontosan ugyanilyen kézzel festett karácsonyfadíszeket lehet nyerni. Bizonyám. A hármas ugrás harmadik kérdésének a helyes megválaszolásával is. Kevesen nyertek az elmúlt időszakban, ezért van nekünk is. Igen. Na, van a honlapunkon egy fotópályázat, morningshow.hu, ugye nézegessétek a képeket, szenzációs képeket töltöttek már fel a hallgatóink, ha valaki szeretne nevezni, töltse fel, hogy készül ki az ünnepek alatt, ugye úgy készült, hogy készültök ki ti, ez a fotópályázat címe, és mindenféle elmebeteg képeket várunk arról, hogy a család hogy készül a karácsonyra. Tényleg bármivel kapcsolatos lehet a kép, tehát elég így van, tág az intervallum. Ezt ti alakítottátok így, mert hogy egyébként már egy csomó olyan kép jött, aminek semmi köze nincs a karácsonyhoz, de nagyon viccesek, úgyhogy hogy szavazni is lehet, röhögni is lehet, meg pályázni is lehet az 50 ezer forintos főnyereményre. Igen, ha valaki kicsit unatkozik a munkahelyén, nem küldött fotót, annak ellenére menjen föl, nézze meg, elég beteg fotók érkeznek. Sőt, nekünk tetszik, de egyre betegebbek igazából, és ezeket föl is töltjük. Csabikám, remek zenék? Folytatódik a klassz karácsony, és ezúttal ékszert, aranyékszert lehet nyerni, úgyhogy egy csengettyűvel megjelölt dalt érdemes továbbra is keresni, és hozom nektek a karácsonyi dalt, csupa nagybetűvel. Mi jut eszetekbe, ha karácsonyi zene? Karácsonyi zene? Na, melyik? Nekem mindenről death metal. Last Christmas. Az. A karácsonyi zenék csimboraszó. És legnagyobb közhelye. Igen. Az. De jó. Én bírtam szerintem nagyon. Ugye ebben az adventi időszakban legalább egyszer azért csak meg kell hallgatni. Meg, és ez most lesz. Ez... És ez most megtört. Nagyon helyes. Soha nem értettem a klipben, amikor nézte, hogy megérkeznek, feldíszítik a fát, gyakorlatilag ilyen díszítésből, csomagolásból áll az egész este, utána pedig másnap hazamennek. Tehát, hogy így nem csinálnak ott semmit, azon kívül, hogy hógolyoznak egy kicsit a hóban, drága hát cuccokban. Hógolyózás, fadíszítés, vége. Meg, hogy ez egy klip, tehát hogy így nem van. Kell elhinni, ami abban történik. Miért? Lehet, hogy én elhittem, hogy van ilyen szituáció, amikor az ember megkívánja a haverjának a barátnőt, mert hogy egyébként az konkrétan erről szól az a klip, ha emlékeztek rá. Bizony. Igen. Én most 20 éves ez a VEM dal, és azért játsszuk, gondolom, mert hogy most 20 éves. Nem, most találta meg a CD-t, Csabi. ez kortalan. Nincs ilyen, hogy hány éves. Minden karácsonykor egyszer legalább meg kell hallgatni. Egyébként tényleg. Csabi jön a kívánság műsorral, 555-55-00, ez Csabi telefonszáma. Hívjátok nyugodtan, Csabi nagyon örül neki, mi pedig jövünk holnap 6 órakor. Szevasztok! Ciao, ciao. Hölgyeim és uraim!
Ez volt a műsor, amelyre az ország ébredt. Ez volt mára a Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora.